rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Eljön az idő, amikor beklasszik, gyerek. Szevasztok! Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát érte, hát nekünk igazából majd, hogy nem mindegy, hogy mitől pörgünk, most attól pörgünk, amit ti is hallottatok. Nagyon szépen köszönjük a bizalmukat. És köszönjük mindenkinek, aki hallgat minket ezen a gyönyörű szép csütörtök reggelen. Marha jó idő lesz egész héten, és hát mondjuk a hétből nekünk a legfontosabb napunk ugye a péntek, a holnapi nap, mert hogy kitelepülni fogunk, de ne rohanjunk ennyire előre. Ma ketten leszünk Felivel, mert Balázs egy picit megfáradt, hát ugye aki dolgozik, az el is fáradt, és ma egy picit erre a dologra rápihen, de holnap már természetesen a győri kitelepülésünkön ő is ott lesz. Szíves azért pihen, hogy holnap még jobb így legyen, van. Oda tudjuk adni az összes ajándékot, erről már nagyon sokat beszéltünk, de majd még fogunk ma is, mert tényleg embertelen mennyiségű cucc érkezett már meg. Tegnap olyan szerencsések voltunk Janival, hogy kipróbálhattuk a 4 darab kerékpár egyikét, illetve 2-t, mert egyet te, egyet én, hát kinek, hogy mérete szerint, nem tudom, a Facebookot, hát, Facebookra föltettük. Természetesen, fönn van, mindenki megnézheti. A bringák, és ez nem túlzás, prémium kategóriába tartoznak. Én amikor megláttam őket, akkor megkérdeztem, hogy miért nem lehetne esetleg ezt így családon belül szétdobni, meg ilyesmi. De viccet félretéve, szuper minőségűek. Van köztük 2 nagyon komoly citybike, ugye egy női, meg egy férfi, meg ugye 2 gyermek kerékpár, egy világos kék és egy rózsaszín. Tegnap lecsaptam a rózsaszínre, meg lehet nézni a következményeket fönt, ahogy Feri is említette a Facebookon. Kaptunk. Hát elég sokan lájkolták már, örülök meg. A legutóbbi hozzászólás, támasztókerék már nem kell rá, Janesz. Ez mondjuk aranyos. Persze, ezek cukik. No, főleg, ha így van megfogalmazva, így van, akkor jó. Tehát, hogy ezért senki se vette komolyan annyira, hogy miért pont a rózsaszínt választottam, hát mert így stílusban nyilván az illik hozzám legjobban. Nagyon metal egyébként mind a 4 bringa, és hát ezeken felül még 1 millió nyereményünk lesz, ugye holnap a Győr Plázánál felállított, ami egyébként nem csak holnapra van felállítva, hanem gyakorlatilag az év minden napjára postacsomagküldő automatájánál fogunk majd ott mi letáborozni a mi kis üvegstúdiónkkal, és hát LED TV, mikrohullámosütő, tablet, a 4 bringa, és ezeken kívül még számtalan független okos telefon, napölő, meg egy csomó olyan dolog, aminek a neve, fajtája, típusa, stb. Nem jut most az eszünkbe. Viszont, amit nem tudunk kiverni a fejünkből, az a főnyeremény. Egy 4 fős, all-inclusive, törökországi utazás! Nagyon jó lesz, 7 éjszaka nagyon repülőgéppel jó. Együtt, azt egyébként, ha valamit irigylek, mert azon gondolkodtam, hogy én mit szeretnék megnyerni ebből a szedből, bringám ugye van, telefonom van, félokos, de van, és az viszont nagyon jó lehet. Én voltam Törökországban egyszer, de nem ilyen nyaralós helyen, hanem Isztambulban, az is nagyon szuper, egész más, nem azért, mert nyilván az ember, hogy feküdjön a tengerparton, hogy állítólag ez ilyen csúcskategóriás szálloda, nagyon-nagyon jó minden, teljes ellátással is tök jó a tenger, fürdés, augusztusban marha jó meleg van, na azt egy picit és idő. Csak nektek, all exclusive, tehát. All az exclusive lesz benne, úgyhogy a győriek már készülhetnek most. Egyébként én azért is marha kíváncsi vagyok, mert nem láttam még ilyen postai automatát, mert ez ugye arról szól, hogy neked nem feltétlenül kell nyitvatartási időben oda menni. Ez az óriási csomagot, előnye. Pontosan mész, így van. Kapsz, gondolom én, valami kódot, telefonra. Igen, hát ezt holami egészen pontosan meg fogjuk fejteni, mert hogy is működik a berendezés, de a legeslegnagyobb előnye az, amit te is mondtál fel, hogy 0-24-be tudod használni ezt az automatát, nem kell attól félned, hogy esetleg, mert hogy a postán sem kell már egyébként sorba állni, amióta bevezették szerintem ezt a kis tépegetős kis sorszámos rendszert. Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, de az tény, hogyha mondjuk igazodsz a munkaidőthez, más dolgod van, stb. Nem érsz rá, kaptál egy, bedobta a postás az értesítést, érte kell menned, nem biztos, hogy az a postához, vagy a legközelebb, ahova letették a csomagot, stb. Ezer oka lehet rá, hogy te miért nem tudsz bemenni a postára. Aha. Itt viszont 0-24-be odamész, szépen felveszed. Teljesen mindegy, lehet menni reggel 9-kor is, meg este 10-kor is. Na, úgyhogy menő lesz, holnap reggel 6-kor ott vagyunk, illetve már ma este ott vagyunk. Ki megígérte ma este, mondom, Balázs, mert te is megígérted, hogy névnapod alkalmából iszunk ma egy fröccset. Valahol. Kinek lesz névnapja? Hát ma van állítólag, Balázs. Tényleg? Ma volt, vagy valami ilyesmi, nem, nem tudom. Ünnepel. Nem tudom, hogy ünnepli-e, de hát ünnepelje, mert így van. Tehát, hogy azért nem jött pihen. Ja, igen. Mu
munkaszüneti nappal. Azt hittem, hogy elgurult a berokkája. Úgyhogy ma este ott vagyunk, és akkor holnap reggel pedig nagyon adás teljes. Én már egyébként adás után lefüzelezúzok, pontosabban hát még együtt ebédelek a családdal, de utána irány. A vasútállomás is már megyek is lefele, mert nagyon szeretem Győrt, nagyon szeretek ott sétálgatni. Már voltam azért egy párszor, meg elég sok mindent láttam már a városból, de még nem mindent, és nem eleget. A gyönyörű győri gyorssal. Tudod, honnan indul most? Most fogalmam sincs. Hát nagyon jó. Az nagyon jó, szerintem biztos Kelenföld lesz, ahol fel fogok szállni. Mert ha nyugati, még most hallgattam pont ma reggel, hogy még 4 napig zárva, vagy 3-ig, és utána pedig nyit. Jó, na akkor ennyi Győrről, majd még beszélünk róla, sőt, hogyha lehet, hogy így 9 óra után majd rá is tekintünk a mi automatánkra egy győri hallgató segítségével, ebben majd fogjuk érni a segítségedet. Nagyon sokan kérdeztétek már a tegnapi napon, és nem akarok róla hosszasan beszélni, azt hiszem, hogy tegnap már elmondtuk, amit hogy tudni kellett. Hogy mitől van ilyen színed, Rákóczi? Azért, mert süt a nap. Egyébként csak mondom, hogy nézegettem a képet, és az első dolog az az volt, amire rátekintettem megint, hogy ugye mennyire jól áll nekem a rózsaszín, a második persze, hogy mennyire jól áll neked a barnaság. A ketten, az egy ilyen kihipózott kis csávó, meg egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen kreol, óriás, egy mesztic, egy mulat, egy nem tudom mi van mellette. Basszus, annyira irigy vagyok. Én nagyon szeretem a napot. Én imádom a nyarat, a Velencét szoktam riogatni a felső és alsó testemmel is, a középrészt kitakarva, nehogy baj legyen. Akkor lenne csak igazi elvágyódás az országból. Az biztos, hogy mennének. Tehát kívülne a Velencei tó, én nagyon imádom. Nem vagyok az a típusú napozó, nem vagyok, aki így kifekszik a dolog, és akkor ott fekszel, arcbarnító lapocska van előtted, meg ilyen baromságok, az nincs. Hát csak a tyúkapót terelgeted az izéket, a csíbéket, az pont elég. Hogy pont mindezt elég, a napon teszed. Pont elég. Nagyon jó. Tegnap is evezni voltunk Soma gyerekkel, aztán horgászni voltunk, és akkor ott pedig így mutatod magad a kidolgozott felső testet, a mély izomzatot a zsír alatt. Ezeket viszont szépen... A barna te sokkal szálkásabbnak hűnik egyébként, csak mondom. Tényleg? Akkor ezen túl télen is megyek. Ezért használok a testépítők is barnitokrémet a versenyek. Akkor ezen túl télen is megyek. Szóval egy mondat arról, amit nagyon sokan kérdeztetek, tegnap engem meg is állítottak pont Velencén, egy csomóan, hogy mi van a Rékasi karcsival. Uh-huh. Tegnap erről sokat beszéltünk, annyit beszéltünk, amennyit erről pont szerettünk volna. A bulvárnak nem akarunk felülni, most azok a hivatalos információk már a család közleményt adott ki, hogy Kari jól van, köszönjük szépen, nagyon és mindenki hagyja békén. És igen. Ebben marhára igazuk van. Ez nagyon mindenki fontos. Hagyja békén, eltört egy csomó mindenem, azt hiszem a combcsontját megműtötték, hosszú hónapokig fog tartani a felépülés, és ebben a legnagyobb segítség, hogy senki nem zaklatja őket, úgyhogy még egyszer megígérem, tegnap is mondtam már annak, aki megkeresett bennünket, hogy nem fogjuk felhívni a Nem fogjuk, semmiképpen nem zaklatjuk őket, abszolút tiszteletben tartjuk a családnak a kérését, meg néhány hét múlva úgyis ki fog derülni egészen pontosan minden, majd a Kari eldönti, hogy mikor mondja el, hogy mi történt ott abban a kereszteződésben, az ő olvasatában, mert ugye a másik felet azt már hallottuk, meg ugye van egy ilyen rendőrségi eljárás is, ami jelenleg is folyik, úgyhogy majd mindent időben meg fogunk hallani, meg fogunk tudni, és a legeslegfontosabb úgyis csak az, hogy a Karcsinak minél előbb újra lehetőség legyen felállni a világot jelentő deszkákra. Pontosan. Meg visszamenni a szinkronba. Így van, mindenki szorítson érte, mindenki szurkoljon neki, a többi meg az ő dolga, az orvosok, én meg a jóisteni, ez a hármas, ha összeáll, akkor nem lesz semmi. Örüljünk gond. Neki, hogy nincsen komolyabb probléma. Így van. Azért féltünk. Jaj, gyerekek, írja, valaki megér egy 100-ast az a reggeli alvás, Bali. Ja igen, hát az utóbbi időben elég sokat dobott, és lehet, hogy ez is közrejátszik benne, hogy ha nincs. Igen, nem akart már többet. Mi volt veled tegnap? Hát figyeljetek, a két dolgot szeretnénk most így elővezetni, nagyon gyorsan vezetem elő, bár nekem az unalmas sztorikért nem kell fizetnem. Az majd azt dobom én. Így van, de az ez felvált, hogy mindannyiunknak megvan a munkusora. Az egyik az, amit itt mutatnék a kezemben, Ferenc kollégám felső pedig így elmondja, hogy kb. 20-as szerintem inkább 1998 vagy 7, amikor például oda mész egy bankautomatához, és kidobálja neked a pénzt, de hát nekünk most nem sokat dobált ki, mert nem is sokat kértünk, egyrészt meg nincs is sok rajta, de hogy amikor oda mész, és kidob neked egy nagyobb címletű bankjegyet, ami adott esetben egyébként az utolsó abban a hónapban, és akkor így hiányzik belőle így ilyen... Kb. Egy 500 forintnyi, és ugye nem egy szakadásról van szó, már adom is a Ferinek. Köszönöm, majd én visszaváltom. Figyelj csak, itt az van, hogy ez konkrét hiány. Igen. Aha, mert én először arra gondoltam, hogy csak betépődött így körülbelül az 1/5-nél, és akkor behajlott a pénz, nem. De nem, ebből nincs meg. Ez a 61. volt a ez sorban, nem sérült. Aha, igen, rá, még a régi jó szokás szerint ráírogatják.
Ugye ez volt a vége valószínűleg. Lehet, hogy pont azért volt a vége a kötegnek, vagy az összeg, mert ezt mindig félre rakosgatták, mert nem tudtak vele mit csinálni, ugye, mert hiányzott belőle egy darab. De hogy tudod mi van, hogy ha adott esetben tényleg te már hó végén vagy, olyan helyen próbálsz meg fizetni mondjuk az automatából kivett pénzzel, ahol nem, vagy nincs lehetőség arra, hogy a bankkártyával fizessél, illetve hát már nincs is mivel fizetni, ott van a kezedben ez a 20-as, és ha közelben nincsen takarékpénztár, nincsen posta, nincsen MNB, az MNB azért nagy valószínűséggel nincsen mindenhol az országban, Budapesten kívül, akkor mit csinálsz? Azért ez picit kellemetlen. Na, ezzel az van, hogyha ugye bankos helyen veszed ki, tehát olyan automatánál, ami a bank épületében van, és nyitva van a bank, akkor elméletileg azt mondod, hogy hoppá, hoppá, odaállsz az ablakhoz, és azt mondod, hogy jó napot kívánok, ezt most vettem ki a magunk automatáját, csere. Ez egy még egy viszonylag jó eset, bár ekkor is szokott olyan lenni. Ari, azt ad a bárki munkassa. Pont ezt akartam mondani, a jóképű kollégina, avagy kolléga ablak mögött azt tudja mondani, hogy no, nem hoppá. Láttuk mi azt, hoppá, nézzük, nem, egyébként nyilván nem ennyire rossz fejek. De hogy ez a legritkább esetben van, hogy bemész a bankba, és onnan veszel. Tehát, hogy egy csomó köztéri automata van, vagy mondjuk zárt, a bank már zárva van, de még az előtérbe be tudsz menni, ugye az 0-24-es szokott lenni, ha ott kiveszed, akkor ezt te elbuktad. Tehát te ezzel ma nem vásárolsz. Nem. Vagy aznap, amikor kiveted, ma már tudsz vele vásárolni, ha bemész valahova, és kicseréled. Ráadásul tényleg egy picit... Köszönöm szépen, 19.998 forint van, hogy ráadásul egy picit dezinformáltak minket, mert azt mondták, hogy csak az MMB-ből lehet visszaváltani, de aztán felment a honlapjukra, és akkor láttam, hogy alapvetően ugye takarék pénztáraknak, pénzintézeteknek, illetve postáknak is kötelességük visszaváltani. Ez ki mondta, hogy csak az MMB? Ja, nem, ott hát valaki, aki okosabbnak tűnt így első ráközelítésre a témában, mint mi. Aha, de te ezt bankban vetted ki, és a bankban? Nem, élelmiszerüzlet és környéke. És akkor az élelmiszerüzletes néni azt mondta, hogy ez csak az MNB-ben. Igen, azért volt jó egyébként nagyon az ötlet, mert ott volt közvetlen mellettük a posta, tehát hogy... Egyébként oda még átadtam, hogy rögtön hittünk neki. Na mindegy, nem érdekes, ugye, hogy felmentem az MNB-nek a honlapjára és megnéztem. Egyébként a hiányos forintbankjegy az a lyukas bankjegy, amelynek a felületén legalább egy látható 10 négyzetmilliméternél nagyobb területi lyuk található, valamint az a csonka bankjegy, szerintem ezek vagyunk mi, amely esetében a hiányzó rész meghaladja a plusz-minusz 3 mm-t. A pluszt ezt nem tudom, hogy gyan érteni, mert... Nyomtatási hiba, ja, igen, vágási, hogy van még rajta. Aha, túlvágtál. Hogy van még rajta, egy hogy hívják, egy plusz 10%. Tehát 3 milliméterrel, ha nagyobb vagy kisebb, akkor az már hibás? Igen, az már nem, hiányosnak számít. Aha. Tehát van hiányos, van sérült, meg nehezen felismerhető, stb. Ilyen kategóriák vannak. És akkor most hova fogsz vele menni? Hát szerintem bepróbálkozunk, nem? Egyik hárombetűs banknál, ahol van számlánk, aha, és akkor majd ott megpróbáljuk visszaváltani. Na mindegy, de szóval kellemetlen volt egy picit. Nejem még bepróbálkozott, pont jöttek az automatához lecserélni a pénzt, illetve hozni a biztonságőrök, vagy pénzszállítók, mindegy, hogy nevezzük őket, így elnézést, úgy elmentek mellette, mint a... Állhattak meg, mondjuk nem nézett ki alapvetően úgy, mint hogyha valamilyen bűnöző lenne, de ettől hát azért elnézést, Mónika, elnézést, tudod, bocsánat, ahogy ő elnézést kér, hogy megszólít valamit, az nekem is gyanús lenne. Nyilván nem állhat meg a pénzszállítós ember, meg még ha meg is állt volna, és azt mondja Mónika, hogy itt egy 20-as most vettük ki, hát én se cserélném be. Nem a Mónika miatt, hanem senkinek nem cserélnéd be, mert mi van, ha most ezt ő... Tehát, hogy a pénzszállító embernek nem kötelessége. Mert az bárki mondhassa. Az bárki mondhassa. Egyébként igen. Érted, hogy ezt most vettük ki, persze, miből a nyomtatóból, érted? És akkor viszont ő bukott egy 20-est ezen a dolgon, meg szerintem nekik nem is lehet szóba állni senkivel, tehát annyi akkor összegű pénz van náluk, hogy ezzel jönnek, mennek. Na mindegy, aztán így jártunk, ez a lényeg az egésznek, ugye ne csörögjön a százas. A második pedig, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes, ilyen kis tanulságos, ilyen kis kártyácska. Képzeljétek el, hogy tegnap ugye a régi cuccaink között én előszeretettel turkálok ugye a múlt, hogy is mondjam, csak a múlt kincses ládájába. Aha. De szépen fogalmaztam. Régi vacakokat turkáztam. Így is lehet mondani, valószínűleg ezért, hogy Balázs azt mondaná, hogy igen, hogy turkálok a szemétbe, de találtunk egy nagyon aranyos kis kártyácskát az aposomnak a holmiai között, ami egy ilyen kis autorogam kártyaszerűség, illetve pontosabban az is valahonnan a 60-as, 70-es évekből származhat, mert az egyik oldalán Albert Floriannak van
a karikatúrája. De nagy. A második oldal, a másik oldalon pedig egy nagyon érdekes kis szöveg, ami jelzi, hogy akkor hol járt a labdarúgás, csak így a kontraszt kedvéért mondom. Piros-fehér-zöld díszítés. Hát egy gyakorlatilag ugye frakban van Albert Flóri, karmesteri pálcával a kezében, és közben hát az ellenfél hátul kis mikro emberként van ábrázolva kettő, akiket ott hagy az Albert Flóri aláírással együtt. Felirat hátul: vigasztalásul a vereségért a rajongómnak sok szeretettel. Abban a szünetben, amikor nem találkoztam a labdával. Óriási. Egyébként gépelt szöveg. Így csak van, mondom, és gépelt, az van, hogy egy millió modik példány. Na, ez az érdekes a dologban leginkább. Egy millió példányt nyomtak ebből a kártyából, amivel Albert Florian egy nem túl jól sikerült meccs után bocsánatot kért azoktól az emberektől, a rajongóktól, attól az egymillió embertől cirka, akinek csalódást okoztak, mert hogy akkor éppen nem sikerült nekik gólt rúgnia. Most az óriási. Egy pillanatra gondolkozzunk el, hogy ez tényleg írógépes szöveg. Az. Egy milliószor ezt valaki rágépelte erre a lapra. Marika, még 700 ezer, aztán kávé. Te érted? Mert hogy magát a lapot nyomtatták, az jól látszik, de ez tényleg látszik a hátsó szövegen, hogy ez egy rendes, klasszikus, régi Erika írógép, vagy valami más írógép. Még ugye az egymilliómodik példány, az el is van ütve, mert egymilliómadik volt ez valószínűleg, és aztán kétszer ráütöttek az óbetűre. Igen, valószínűleg a 980 ezer után már nem mondja azt Marika, hogy elütöttem, kérek másikat. Egy millió példányt ebből. Azért ebből ott már jegelni kell az újakat. Jézus. És vajon ő az aláírás, az nyomtatott? Azt nem annyira hiszem. Tehát, hogy azért Albert Florian, nem hiszem, hogy mindegyiket aláírt a külön-külön, az valószínűleg nyomtatott, de azt is úgy oldották meg, nagyon igényesen, hogy egy ilyen barna színezető, mintha, mit tudom, egy filc, akkor még nem biztos, hogy volt, minden esetre valamilyen zsírkrétaszerű, vagy ceruzaszerű aláírás van rajta, nagyon nagy. Na mindegy. Csak és hogy... apósod szerette az FTC-t? Vagy... Igen, igen, hát itt nem látszik a hozzászólásaimból, amikor mondjuk így a labdarúgásról van szó, meg ez a témához kell így hozzászólni, meg én nem is nagyon kedvelem, de a feleségem családjában még igazolt bíró is volt, és örökbelépő, meg stb. Meg ilyenek voltak ide a Fradi pályára mellénk, mert hogy volt igazolt bírónk, sőt volt olyan játékos is a családban, aki külföldi klubokban is elég szép pályafutást tudott le. Talán ennyit érdemes lenne a mostani focistáknak is ebből átvenni, hogy így nyilván van benne egy fricska ebben a feliratban, de hogy így azt mondod, hogy srácok, ez ma nem ment, bocs. Uh-huh. Nem? Na, és így csinálták a nagyok. Igen. Álljatok neki. Hogy ebbe azért az is benne van, hogy nyilván van egy fricska ebben a sztoriban, hogy abban a szünetben, amikor nem találkoztam a labdával, akkor írtam alá ezt a kártyát. Meg nekik már kevesebb kártyát kéne aláírniuk. Hát sokkal kevesebbet, de hogy az a fajta alázat, az szép az Albert Floyd. Hogy azt mondta, gyerekek, ez most nem ment, kikaptunk, azért az első oldali kép az jelzi, hogy én vagyok a király, a császár, a karmester, a pályán az übergiga csávó, a többiek futnak utána. Ez most így sikerült, ne haragudjatok. De nincs ebben semmi, majd legközelebb jobban fogunk focizni. Na, lehetne belőle tanulni, de hát a fiúk most nem érnek rá ilyen régi vacakok között turkálni, mint te, érted. Edzés van. Egyébként, igen, de egyébként meg most ne panaszkodjunk, mert most egész jól állunk. Egész jó. Egész csak lenyomtuk a finneket. Egész jól állunk, fekete-fehér, igen, nemben is, mert 2-1-re vezet a Morning Show csapata. A hallgatók ugye egy pontot szereztek, azt hiszem még hétfőn. Balázs játszott, aztán Balázs ezt a pontot visszaszerezte, és tegnap pedig... te játszottál. Igen. Aha, jó. Meglehető sikerre. Igen, igen, de csak a legvégén jött ki, ugye, hanem a hallgatóból, de kijött ez a lényeg. Lehet írni nekünk nyugodtan SMS-t. És hallatszódott, hogy kijött belőlem a levegő, amit a kávém lenyomott? Nem annyira szerencsére elfordítottad a fejét, de tudja, hogy ez nagy szerencse. A 0676450000 SMS számon lehet jelentkezni a játékra, és a közlekedési információkat is ide várjuk, csak néhány, hogy mi a helyzet az utakon. A 6-oson Dunaújvárosnál autó van az oldalán az árokban, mindenki vigyázzon. Nem rendeltetésszerű. Hát illetve nem tudjuk, lehet, hogy ő így szereti használni a hatos utat, de nem annyira valószínű. M5-ös 75-ös kilométer Szeged felé trafója felüljáron, 5 kilométer múlva a hetényi pihenőben pedig az elfogó autó. De szerintem ilyen már nincs, hogy letrafiznak és megállítanak. Van még? Hát szerintem nem jellemző. Kapod a csekket inkább. Igen.
Hát sokkal kényelmesebbek. Ha csak nem valami olyan bűnös baromságot csinálsz, hogy nem tudom, óriás száguldozás, és akkor megállítanak. Te meg a haverod a Lambóval hasítotok. Igen, és közben kirakjátok a középsúlyokat a fotózó rendőrnek. És de akkor pont elég ahhoz, hogy megboruljon az autó. Igen, de akkor se hiszem, hogy van ilyen, hogy elfogó autó, nem tudom, lehet, hogy igazatok van. M7-es Siófok trafi Budapest felé hátulról mérnek, nem lehet észrevenni. Grimbi Kispest írta ezt neki, és ő nagyon játszana a fiúkkal. Hát meglátjuk, még lehet, hogy erre is van lehetőség. Ugye körülbelül ennyi a friss közlekedés, aztán a többit majd meglátjuk, tehát jöhetnek az információk, jön a Hírmagazin, és utána jövünk a játékkal. Jó reggelt, szevasztok, 4 perccel múlt el 3:47. Árokba borult kamion az M7 47-es szelvényében Siófok felé. Zotya írta ezt a nagyon friss információt ebben a pillanatban. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. 0676 45 000. Bocsánat, még tel van a pofám. Igen, ellátom, mit reggelítem. Új, de finom lehet. Egy kis joghurt, egy kis vega virslicske, meg egy kis uborka. Ez még egyébként a Karesznek az ubia, amit itt hagyott. Isten, két napos ubi. Mindenről jut az eszembe. Na mindegy. Figyeljetek, nagyon örülünk neki egyébként, hogy ilyen SMS-eket küldtök. Én megmondom őszintén, nem is nagyon tudom hova tenni, de annyira cuki, annyira helyes, hogy be kell olvasni, hogy valaki azt írja, hogy nagyon szeretlek titeket, Feri Jani. Csak így tovább, és nópar az élet szép, és sok sikert Győrhöz. Ödi. Istenem, köszönjük, Ödi. Én tökre imádom, amikor valaki csak így teljesen spontán beír egy ilyen SMS-t. Igazán jó fej vagy. Mondjuk köszi. Akartam mondani, hogy a pánik a hangodon, ami reggel 6 óta ott van, ez engem is hihetetlenül zavar. De ugye? Ahogy a csak a para, csak a gáz érted, de még kell így bejön. Jani, hallod, miért? Annyira be vagyok feszélve, majd befosom. 2-1 az állás a fekete-fehér igen-nemben, természetesen mi vezetünk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Ricsi, jó reggelt! Szia, Ricsi! Egyre többen alkalmazzák ezt a visszaröhögést, hát, nem tudom, figyeltetek el. Most. Tegnap előtt is ez volt, aztán... Megszokták, megszerették. Hát azt nem tudom, hogy szeretik-e, de majd a végén kell nevetni, ugye, Ricsiki? De megszoktuk, igen. Igen, megszoktuk, megszeretik, nem biztos, hogy megszerették. Ez picit olyan, mint a 27%-os áfa, nem? Hát azt meg nem szeretik. Hát de megszoktuk, már sajnán. Honnan hisz bennünket, Ricsi? Hát kérlek szépen, Helvécia egyébként, ahol lakok, de ilyen most éppen Jászent László nevezett egy gyönyörű helyen vagyunk. A kisfiammal, mert éppen terítünk, ilyen áruszállítással foglalkozunk, és most itt támadunk, itt Kiskunba és a fele. És akkor gondolom, a gyereknek ugye most nincs iskola, valahogy meg kell oldani, megy veled. Persze, kivágtam az ágyból reggel 5 órakor, aztán indultunk ezzel. Milyen boldog lehet a nyara annak a srácnak, képzeld el. Apa holnap strand, nem, 5-kor kellünk, megyünk teríteni. De jó fej van. De most itt izgul, mert már reggel elküldtem az SMS-t, még nem is szóltatok egyébként, hogy lehet SMS-t küldeni, mert akkor pont ráértünk, mondjuk gyorsan átküldöm az SMS-t. Megmutattam neki, nem mondom, hát ha visszahív, és erre Anna hívott minket. Jaj, de jó. Kiskunma és a Istenem, de szerettem. Már többször voltam ott ilyen mezőgazdasági munkám. Paprika csumázás, céklaszedés, szőlőszedés. De szép az. Aj, de jó volt. Meg voltak ott egyéb szépségek is. És, itt a libatenyésztés, meg minden van itt. Ez a rész. Az jó volt. A dinnyékre kellett figyelni. Mi a két önmagában a cékla, meg a paprika csumázás az nem izgatott volna annyira, de volt egy csomó helyes szakmunkás lány is. És akkor kollégiát. Az élelmiszeripari vonalról is át. Ott azért volt más is. Figyelj csak, Ricsi, a gyereknek lesz más program is nyáron, vagy csak ez? Tehát, hogy kell minden nap 5-kor és megy vele teríteni? Hát holnap lezúzunk a Balaton, az biztos. Na, az jó. Akkor vasárnapig ott leszek. Hát, az egy 3 nap. Figyeljetek, ezt azért ismeri az ember sajnos, hogyha szülő. Mi is gyerekkorunkban is átéltük, amikor tényleg nem tudod sehova eltenni a gyereket, nincsen nagymama, nincsen rokon, nincsen nővér, nincsenek olyan barátok, akik el lehetne tenni a gyereket, és akkor megy veled.
Én a fél gyerekkoromat egy gyógyszertárban töltöttem anyával. A másik felét pedig egy zílben. Ja, de azért az nem volt rossz. Azért az nem volt rossz, mondjuk sok új szót tanultam, amit aztán nem alkalmazhattam az óvodába. Ez az izgalmasabb egyébként, mert én is emlékszek, hogy mit bementünk a nyáron a mamával a bunkahelyre, az egész nap csak az ürögépet tudtam nyomkodni, ennyi volt. Ehhez képest most elmegyünk ma körülbelül egy 20-25 boltba, áruljuk itt a csomó édességet, nyalókát, meg brágót, meg minden hülyeséget. Oh. Emberekkel találkozunk, ez egy kicsit viccesebb vagyok. Megkérdek egy JK sárokbócokba, meg ilyesmi. Tehát azért el vagyunk ám itt. A tizediknél már nem kérek, köszönöm. Nem kérek. Aha. Tegnap hallottam egy viccet, nem szoktam vicceket mesélni, nem szeretem őket, meg nem is nagyon tudok mesélni, de hogy miért nem beszélnek egymással a Gumi Maci? Na, Haribó. Jaj, bocsánat, elnézést. Ne, csak tegnap zsibbasztottuk ilyenekkel egymással. Ott van a családtagok. De Őri Ari, legalább. Őri Aribó. Ricsi, melyikünket választod? Hát jó választásom, egyébként szerint téged foglak választani. Jó az. És azért, mert azt ugye nagyon sokat hallgatom tőlük benneteket így reggel, mert mindig úton vagyok, és te olyan agresszív vagy egyébként a játékosokkal, hogy az első 3-4-5 másodpercet tudni beszélni. Ez nem igaz, Ricsi! És szerintem én is be fogom színni, de hát ha nem. Szerint megverem, az jó lesz. Jó, legyen ez így. Jó az. Oké, akkor visszafogott leszek. Na János, kezdjük. Na figyeljetek. 3-2-1, fejör! Te kérdezel, Ricsi. Jó, Feri. Kérdezel? Velencei tóra mész? Hétvégén? Megyek, persze. Ott lakom ilyenkor, tudtad. Ja, persze. És hány fokos a víz neki? Szerintem olyan 24 lesz, fürödhető. Gyertek oda! Vagy a Balcsira mentek, ugye? A Balatonra megyünk, az biztos. Szombaton tervezünk menni fürdeni, igaz, az ott van nem túl messze, ilyen melegzes fürdő, igen. Na, ott meg igen, is vagy. Igen. Ja, basszus. Hát. De várj, Zsül mond valamit. Mit mondasz? Nem halljuk. Mondjad. Nem túl messze. Nem túl messze, akkor az volt az első. Még az is. Hát, egy nem két, igen. Szerinted kiegyezünk döntetlenbe. Ez lehetséges, hogy az a verzió, hogy ajándék nem lesz, mi? Kicsit nem rossz. Kicsit úgy rutinos hallgató vagy. pedig látod, még a kezdeményezést is átdobtam neked, de nem is kérdeztem basszus. Nagyon bele, csak kicsit. Igen, az a baj, hogy az ember ideges egyébként, mert minden örül nektek. Ennyit már megért egyébként. De jó fej vagy, köszönjük Ricsi, szépen. Rendes vagy. Na, jó. A nyúj hátra adj egy rágót vagy egy cukrot a gyereknek aiból, jó? Jó, kap egy gumicukrot, akkor már megértét. Apu ügyes volt, hogy hívják hány a gyereket? Hány másodpercnél tartottam egyébként? 10-en értem? Fie, a 26-nál. De most nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Fél ideig. Hogy hívják a gyereket, Ricsi? Bendegúz, apa ügyes. Apa ügyes, csak izgult, jó? Hát, és hogy hívják este 7-kor, amikor még van hátra 3 üzlet? Bendike, gyere már! Bendike, ülj már, engedj nyugodtan, mindjárt végzünk. Ricsi, köszönjük, vigyázzatokra, szervasz. Sziasztok! Na hát akkor ezzel 3-1, ez a hét is a miénk, behúztuk. Holnap még Győrben lesz majd egy játékos, gondolom, hogy mivel kitelepülésen vagyunk, ezért helyi erő lesz. Helyi erővel fogunk játszani, lehet szépíteni. Akkor felmegyünk Győrbe. Igen, vagy elmegyünk Győrbe, az úgy jó. Nehogy a győri hallgatóink megsértődjenek azon, hogy lemegyünk. Szerintem nem sértődnek meg, mert hallották, hogy azért imádjuk a város, de hát... Vannak olyan, akik elvesznek a részletek. Meg annyi ajándékot fogunk vinni. Hú, nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Egyiket a Facebook oldalon, és van egy olyan poszt, ahol egészen pontosan elolvashatjátok, hogy miket viszünk, sőt meg is nézhetitek, hogy néznek ki ezek a kerékpárok velünk elcsúnyítva. Hát nem tudom, hogy most ez csúnyítás-e, viszont azt tudom mondani, hogy terhelés próbán már a nagyobbik átesett. Igen. Tehát ha nálam valaki könnyebb, akkor egészen biztos, hogy jól tudja használni a kerékpárt, mert engem kibírt, akkor szerintem bárki. És a kisebbikét is teszteltük egy 13 éves súlyával. És az úgyis gyerekbringa. Most azt nem tudom, hogyha ugye majd úgy terveztük, hogy egy lány meg egy fiú biciklis van, hogyha két fiús család nyer, vagy két lányos, akkor majd valamit kitaláltok. A kéket mondjuk pántlikákkal fel lehet díszíteni, és akkor csajos lesz, jó? Na, a következő órában egy hallgatói levéllel foglalkozunk. Tímea írt nekünk, méghozzá abban az ügyben majd kicsit később fogjuk részletesen ismertetni, hogy az ő gyereke focizik, focicipőt vett neki rettelt pénzért, viszont a focicipő, a fotballcipő, a stoplis cipő 3 hónap alatt föladta Hogy nem? És akkor azt gondolta egyébként, hogy majd ezt a megfelelő intézménybe ezt elviszi, ott majd azt mondják rá, hogy tényleg, hát milyen
ilyen csúnyán járt, és visszakapja a pénzét, de nem így történt, na és erről fogunk beszélni. Kicsit már sejthetitek, hogy mi a sztori vége. Elhívtuk Kis Anitát, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság új kommunikációs vezetőjét és egyben szóvivőjét, mert ő annyira csodálatos, hogy két posztot is bír. Egyrészt, hogy ezt magyarázza már el nekünk, hogy hogy van, hogyha valaki focizik egy focicipőben, és ez tönkre megy, akkor azzal nem nagyon lehet mit csinálni. Másrészt meg arra gondoltunk, hogy egy ilyen nyitott fogadó órát tartunk. Így van, mert valljuk be őszintén, hogy egyébként szerintem ez nem csak a családos embereket érinti, hanem mindenki mást is, aki mondjuk odafigyel arra, hogy mennyit költ, és hogy mire költ, hogy azok a termékek, amiket megvásárolsz, és adott esetben mondjuk idő előtt tönkre mennek, azokat milyen kondíciókkal cserélheted vissza, vagy egyáltalán hogy kaphatod vissza a pénzedet, hogyha mondjuk az áruház nem olyan rendes, mint egyes áruházak, hogy szinte szó nélkül visszacseréli azt a bizonyos terméket. És ad egy újat helyette, vagy levásárolhatod. Manapság azért szerintem nem mindegy, főleg egyébként, ha már ezt a foci csukát említetted, tényleg, hogyha sportol a gyerek, meg nem egy gyerek van, hanem kettő-három is adott esetben, na most őket ellátni folyamatosan sportcuccokkal, amik a sportolás közben tönkre mennek, de meglepő, hát azért az nem egy egyszerű dolog, és nehezen múlja már a gyerek egészsége. Jöhetnek tehát a kérdések, Kis Anitához reméljünk szerint mindenre választ ad majd, tehát hogy vettél valamit, nem tetszett, ajándékba vetted, nem tetszett, vissza lehet-e vinni, át kell cserélni, másikat kell adni, pénzt visszaadni, bármilyen kérdésetek van, azt várjuk a 0676 45 000 számon, 1 perc múlva 7 óra, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt 9 perce, jó reggelt, sziasztok, János és Ferenc egy-egy fővel képviselteti magát, Balázs pedig holnap lesz, ezt ugye tegnap már mondta 10-kor, hogy ma nem fog jönni, így aztán senkit nem érhet meglepetés. Igen, most párhuzamosan két vasat tart a tűzben, ugye forgat egy televíziós műsort, és már csinálja a rádiót, és akkor ebből kifolyólag, meg ugye még ezen felül családapa is. Akkor ez már három vas. Ez már három vas. Négy vas. Így van, úgyhogy egy picit most megfáradt, rápén egy kicsit a holnapi győri kitelepülésünkre. A klauzált érdarúzás miatt ma 18 óráig lezárásra kerül, írta nekünk Gábor, nagyon szakszerűen, baleset a 6-os úton Dunaújvárosnál, félpályás a lezárlás, óvatosan, Lakitól kaptuk, Trafipax Derecske és Tépe között, ez pedig Norbi írta nekünk, még egy M3-as 129-es kilométer után Miskolc felé teherautó gumi az úton, Sixtitől kaptuk az SMS-t, na annál szebb nincsen, amikor egy ilyet észrevesz. Elém egyszer esett le egy ilyen pót, egy teherautónak ugye az aljára van föltéve, és mentünk a Váci, vagy jöttünk a Váci úton befelé, Váci úti felüljáró, és egyszer csak a kamion alól így fölbukkant egy rohadt nagy gumi. Semmit nem tudsz csinálni, puff. Totál kár, jobb eleje. Fogyasztóvédelemnek akartam mondani, hogy mit lehet ilyenkor tenni, de azt mondták, hogy semmit. Hol vigyed a gumit? Igen, vezessen legközelebb óvatosan. Kis Anita, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője és szóvivője érkezett meg hozzánk. Jó reggelt, szia! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nagyon szerettük a Kati Attilát. Nagyon. Így van. De azt gondolom, hogy minőségi csere lett. Milyen értelemben? Nem menjünk bele, köszönöm. Nem úgy gondoltuk, csak hogy elragadom a bájos hölgy vagy. Persze, és köszönjük szépen, hogy jöttél hozzánk. Kati Attilára nem volt elmondható, hogy elragadóan bájos hölgy lett volna. Kati volt. Igen, imádtuk, igen. És nagyon-nagyon komolyan készült. Jó van, de őt is nagyon szeretjük egyébként, de tényleg egy picit téged jobban most. Na, Anita, kezdjük az első történetünkkel, és ez nagyon érdekes, már abból a szempontból, hogy én ezt mondtam neked, hogy van ez a sztori tíme, egy hallgatónk írta meg nekünk, és azt mondtad, hogy a panasz áradatok 80%-a az a cipővel foglalkozik. Tehát ha valamire panaszkodnak, az szinte csak cipő. Az ügyfélszolgálaton is a legtöbb panasz ezzel kapcsolatos van. A hatóság épületében egy ügyfélszolgálat, ahova be lehet hozni a cipőket, és ott a szakemberek megvizsgálják, hogy mi a baj vele, és hogy tényleg jogos-e a panasz, és rengetegen jönnek. Elképesztő. Van egy műfőves hátul az épület mögött, és oda kimennek a szakemberek, az... Nem pont, de akár így is lehetne, majd felvetem. De hogy csak cipőt lehet nálatok nézni? Mindenféle laboratóriumunk van, van kétféle a
akreditált labor az egyik műszaki, a másik élelmiszeripar és vegyi laboratórium, illetve van ez a cipő labor, ami nem labor, mert tulajdonképpen egy iroda, ahova behozták, mert az fontos tudni, hogy ezeket a cipőket úgy kell megvizsgálni, hogy ugyanolyan állapotban adja vissza lehetőleg, amilyenben megkapta, mert hogyha véletlenül nem jogos a panasz, akkor legalább még valamit tudjon vele kezdeni. Na, akkor röviden csak a levél. A megszólítás után itt a sztori, 21 éves fia van a hallgatónknak, 5 éves kora óta focizik, vettek, most éppen egyébként a Dabas NB3-as csapatát erősíti, ha ez információ. Ebben az ügyben vettek egy stoplis futballcipőt, írja, hogy hol, de ez ugye most nekünk nem érdekes. 3 hónap alatt szétment, visszaküldték, elküldték kermi vizsgálatra. Ez van még, hogy kermi vizsgálat? Jó, tehát elküldték egy vizsgálatra. Az jött vissza, hogy nem rendeltetésszerűen használták a cipőt. Ráfizettek 20.500 forintot a vizsgálat miatt, majd még csekély 42.500 forintot. Ebből vettek egy új cipőt, hogy ezzel nem lesz gond, 3 hónap alatt. Ez is szétment, levált mind a 2 óra, és most jön az idézet, egyébként ezt meg tudom neked mondani, egy ipari mérnökhöz, egy igazságügyi szakértőhöz küldték el, és ő írta a szakvéleményt, hogy a fiú tehet róla, hogy szétment a cipő. Mondom, hogy mit írtak. A kopásokat a használat a játék közben többször fellépő sérülések, például talajjal vagy egyéb mással. Talajjal, bőrrel és fűvel. És toplival történő ütközések okozták. Hát... Hát nyilván hölgyként nem kell ismered ezt a sportágat annyira, de a labdarúgásnak van néhány olyan jellegzetessége, ami én azt gondolom, hogy... Amikor a focicipő találkozik a labdával és a fűvel. Van ilyen. Ez még úgy nem minden bajnokságban, de még nálunk is előfordul. Dabasnál meg aztán pláne. Hajrá, Dabas! Érdekes mindenképpen az egyik, amit megkérdeznék, hogy másodjára is ugyanolyan cipőt vette, mint elsőre, mert ezért szoktuk javasolni, hogy ha az elsővel gond volt, akkor esetleg a másodikat ne ugyanolyan legyen. Nem, mert a második az dupla annyiba került, tehát drágább volt, az ment szét rövidebb idő alatt. Hát, ha az jobb. Tehát az is szétment. Lehet, át kéne igazolni egy másik csapathoz, ahol jobb az edző. Nem köteles elfogadni, tehát meghatározott lista van arra, hogy hova lehet elvinni a cipőt bevizsgáltatni. Azt nagyon fontos tudni a cipőkkel kapcsolatban, és hadd mondjam el, hogy 2 év szavatosság vonatkozik rájuk. Tehát, hogyha ma veszel egy cipőt, akkor 2 évig, hogyha valamilyen minőségi probléma van vele, akkor vissza lehet vinni. Akkor jogos volt ez, hogy mondjuk egy 3 hónapos használat után mondjuk így lepatintották őket? Nem. Az első fél évben van az, hogy a kereskedőnek kell igazolni azt, hogy ez a cipő jó, és azért romlott el, mert mondjuk nem rendeltetésszerűen használta a fiatalember. Tehát nem is tímeának kellett volna fizetni a vizsgálati díjat? Nem. Bizony nem. Fél évig visszaviszem a kereskedőhöz? Fél évig a kereskedő dolga, így van. Ő elküldi, ő kifizeti a vizsgálat díját, és utána azt mondja a tímeának, hogy azt állapították meg, hogy nem jól. És visszaadja a cipőt, tehát nem javítja ki, hogyha ő elfogadja ezt a szakvéleményt. Fél év után van az, hogy nekünk kell igazolni azt, hogy az a cipő nem volt jó, tehát nem azért vált le a talpa, vagy ment tönkre a stopli rajta, mert nem jól focizunk, vagy nem jól használjuk, hanem egyszerűen azért, mert nem jól volt összerakva ez a cipő. Ez az első fél év után terhel minket, de hogyha a szakvélemény nekünk ad igazat, akkor abban az esetben a kereskedőnek ezt a költséget, ami a szakvélemény költsége, ami egyébként nálunk 8000 forint, nem tudom, hogy lehetett ez ilyen drága. Ugye 20.500. Tehát ebben az esetben a kereskedőnek ezt a pénzt vissza kell adnia. Tehát több sebből vérzik ez a történet. Aha, de ez egy nagyon jó hasznos információ. Tehát gyakorlatilag fél évig a kereskedőnek a feladata ez. És akkor a vizsgálatot is tőletek kell kérni, mert ő ugye úgy tűnik, hogy azt mondja, egy Burfer dolgozó ipari mérnökhöz, igazságügyi szakértőhöz küldte el, aki nyilván kérte ezt a 20.500-at. Van egy igazságügyi szakértői lista, az fontos tudni, hogy az első fél évben a kereskedő oda küldheti a cipőjét, ahova akarja. Aha, tehát nem kell amiben hozzátok. Van egy pici hézak, hiszen ő leviheti a barátjához is megvizsgáltatni, tehát hogy ez egy ilyen bizalmi kérdés, de nem vagyunk kötelesek elfogadni. Hogyha úgy döntünk, hogy ezt 20.000 forintért, ráadásul amit kifizettetnek velünk, nem értünk egyet ezzel a szakvéleményen, amit nem is mi csináltattunk meg, akkor elvihetjük máshova. Na mit csináljon most Imea ebben a pillanatban? Tehát úgy tűnik, hogy őt sajnos egy kicsikét megvezették ezzel a dologgal, mehet-e még most hozzátok? Jöhet, mindenképpen. Az fontos tudni, hogy ebben az esetben nem tudom, hogy üzletben vásárolta-e nyilván, üzletben, akkor mindenféleképpen írnék a panaszkönyvbe, és kifogásolnám azt, hogy kifizettették velem az
az első fél évben a vizsgálatnak a díját. Erre az üzletnek válaszolnia kell majd, és hogyha megérkezett a válasz, akkor ezzel együtt érdemes elmenni a legközelebbi fogyasztóvédelmi kormányhivatalhoz, ahol el fogják bírálni az ő panaszát, és nagy valószínűséggel igaza nagyon lesz. Nagyon jó. És hosszú távon pedig a megoldás nyilván a szinkronúszás, és ezt is tanácsolják. Várjál, mert ott azért az orcsébet is a fürdőgatyákkal is nagyon sok gond van. Azzal is. És most már férfiaknak is lehet, úgyhogy szabad a pálya. Na, ez azért érdekes ez a sztori, mert hogy olyan dolgokat árultál el, amit mondjuk mi se tudtunk, vagy én legalábbis biztos nem. Pedig látod, nem titok, és mégis az átlag magyar vásárló azt mondja, hogy hát akkor visszaviszem a cipőt, tessék már kicserélni, vagy adjanak másikat, vagy valami, és kiderül, hogy fél évig ugye nem is neked kell tulajdonképpen bizony utána fél járni. Évig, így van. A jog vélelmezi azt, hogy az első fél évben az a cipő az mindenféleképpen, hogyha elromlik, akkor az rossz volt. És bizonyítsa be a kereskedő, hogy az nem jó volt. Igen. Uh-huh. Igen. Mi van fél év után? Fél év után, amit az előbb mondtam, fél év után már minket terhel az a kötelezettség, hogy bizonyítsuk az igazunkat, el kell vinnünk a cipőt egy szakértőhöz, egy igazságügyi szakértőhöz, ennek a listája az interneten hozzáférhető, hozzánk is lehet hozni egyébként, és akkor a megkapott szakvéleménnyel el kell menni a boltba, és azt kell mondani, hogy most igazunk van, vagy nincsen igazunk, és akkor ebben az esetben kérhetünk javítást, cserét, hogyha nem tudják valamiért kicserélni, mert például ugyanolyan cipő, vagy ugyanaz a méret nincsen, akkor pedig vissza kell adni a pénzt. Ha én szeretnék cserét kérni, és igen, a bolt azt mondja, hogy már pedig én javítok, Rákóczi úr, nem adok magának újat, azt el kell fogadjam? Hogyha meg tudja javítani, akkor igen. Tehát úgy van a szabály elvileg, hogyha a csere az aránytalan terhet róna a kereskedőre, tehát mondjuk kevesebbe kerül neki a javítás, mint a csere, és meg tudja javítani úgy, hogy az jó legyen, akkor ő neki lehetősége van arra, hogy javítsa. Igen. Jó, még egy mondat tímeáról, vagy a tíme a sztoriáról. Ha most ő elviszi a cipőt hozzátok, és igen, ti igazat adtok neki, tehát hogy... Nagyon fogok rá figyelni. Nagyon helyes, ezt el is várjuk, követni fogjuk az eseményeket, akkor ő azt a pénzt, amit kifizettettek vele, visszakaphatja? Azt már most kezdje el. Tehát az első fél évben jogszerűtlenül kérte tőle az üzlet a szakértői díjat, mert ezt nekik kell állni. Ezt egyébként nem kötelesség az üzletnek közölni a vásárlóval? De kellene. Hogyha lenne panasz? Vagy igen, van panasz? De kellene. Tehát ez a szabály. Most azt, hogy ő nem mondja el, kár, hogy ő nem tudta, de ebben az esetben hoztam egyébként egy érdekes fellebbezés cipőügyben, amikor a vásárlónak adtunk igazat. Ott az volt a probléma egyébként, hogy beázhatott a cipő, illetve esőben használhatta, de mégis ennek a cipőnek bírnia kellett volna az esőt, hiszen az volt ráírva, hogy vízálló, esőben is használható, és a kereskedő azzal fellebbezett, hogy a vevő elmondása szerint esőben mászkált a városban, ami szerintem megengedhetetlen. Felháborító. Egyébként tényleg. Hát vagy vegye le, ha mégis magáról ki kell menni, vagy ne menjen ki esőbe. Mi turizál? De komolyan. Na, és erre ti mit írtatok? Arra már azt nem tudom, azt nem írtuk ki. Igen, valószínűleg csak nagy levegőt vettünk. Van igen, még sok ilyen vicces panasz, vagy hát vicces, most így utólag hallgatva már az. Mindenféle oldalról van egyébként, van, amikor a kereskedők fellebezésében vannak hajmeresztő dolgok, például volt egy ilyen szintén cipőügyben, hogy a vevő szerint a bal bakancs jobban eltávolodik a föltől, mint a jobb. Aha. Hát melyen, mert tisztességesen járni se tud igen, a vevő. De volt az egyik kedvencem, nagyon még két kedvencem van a kereskedőktől, azt mondta az egyik, hogy elismerem, hogy a vásárlókönyve nem volt lepecsételve, ezt valóban, mint kezdővállalkozó, nagy izgalmamban elfelejtettem 12 évvel ezelőtt. Hát egy kis az elhúszott a 12 indisponált év. Csak dolgoztunk, értsék meg. Megy a bót. Azt írja, hogy a magyar nyelvű tájékoztatók hiányát nem vettük észre, mert még a magyar nyelvet nem teljesen sajátítottuk el. Na, jó, hát érted. Jó, ez egy na, ebben az esetben nem igaz az, hogy ideülnek és nem akarnak dolgozni, ugye? Egy dicsérő SMS neked nem is kell reagálni rá. Szeretném megköszönni a hatóság munkáját, ha nem rajtuk múlt volna, egy nagy magyar szolgáltató rám verte volna a hibás telefon felelősségét. Tehát ti oldottátok meg, úgyhogy ezt köszönjük szépen. Nagyon sokan írnak már, és akkor a cipőkre majd visszatérünk. Hogy jelölőket vissza a fészen. Egyrészt az, mert ugye kitettük a fényképet a mi Facebookunkra, ez az egyik. A másik viszont ugye panaszokkal, akkor most egy nem cipős, ez autós, nem tudom, azzal is jó látsz. Kocsival is. Jöhet. Jó. Márciusban vettem egy új gyári katalizátort az autómra. Nem ment át vele a műszaki vizsgán a rossz emissziós értékek miatt, tehát hibásnak bizonyult. Visszavittem az autósboltba,
Azt mondják, még nem bírálták el, jövő héten menjek vissza. Nem látom az ügy végét, több mint 50 ezer forintom áll benne. Mit tehetnék? A választ előre is köszönöm. Tehát március 28-án vitte vissza, április, május, június, 3 hónapja tart az ügy. Szép. Az pontos tudni az autóalkatrészekkel kapcsolatban, hogy tavaly óta egy év jótállás vonatkozik ezekre a termékekre, és korábban az autóalkatrészekre ez nem vonatkozott. Fontos, hogy a számlának meg kell lennie, hogy ezt vásároltuk. És ebben az esetben azért problémás a helyzet, mert alapvetően a törvény azt írja elő, hogy 30 napon belül, tehát törekedni kell arra, hogy a 30 napon belül megoldódjon a probléma, ez pedig 3 hónap, úgyhogy én írásban felszólítanám a kereskedőt vagy a szervizet, hogy legyenek kedvesek most már minél hamarabb az ügyemet elintézni. Tehát 1 hónap az, amire azt mondod, hogy türelmi időben bele kell, hogy férjen. Na, kislányom cipője ment tönkre 2 hónapon belül, konkrétan kijukott a talpa, nem cserélték ki, már írtam a fogyvédnek, Szilvi. Nagyon helyes. Jó, ezt akkor majd kezelitek. Nemrég vettünk egy széket egy nagy áruházban, rajta volt a használati utasítás, a következő idézet jön, ne álljon, vagy üljön a termékre. Oké, ezt is felírom. Ezzel mit tudsz csinálni? Tehát ez az a verzió, amikor minden ellen levédem magam? Azt hiszem, igen. És ha lehet, akkor ne is gurítsa. Jó, de akkor mit csináljunk a székkel? Mit tegyek? Ne vegyük meg lehetőleg, hogy ez van ráírva. Tehát akkor ott már elkezdenénk gyanakodni, nem? Tehát, hogyha egy székre az már ráírva. Hát igen, de hát ha Feri, a szék nem létra. Ez mondjuk igaz, na jó, de az állás még oké. De az ülés. De hogy az ülés, akkor legalább azt írja rá, hogy virágtartónak jó. Igen. Vagy jól mutat. Ilyet lehet nektek jelenteni, hogy ezt láttam az egyik áruházban, vagy ez nem hozzátok tartozik? Ezzel nagyon nem tudunk mit kezdeni. Tehát ez azt hiszem a kereskedő megpróbálta teljes körűen tájékoztatni a vásárlóit arra, hogy mikor mi lehet probléma a székkel. Tehát ő tulajdonképpen így nagyon jól levédte magát. Aha. A helyzet az olyan esetekben, hogy például egyiket is hallgatunk írja, hogy vásárolt egy elég drága vízállónak reklámozott mobilt, ez a strandon beállt, a szolgáltató szerint ugrott a garia nem rendeltetésszerű használat miatt, nem adnak ki jegyzőkönyvet, mert ők nem gyártók. Mit tehetne Lali ebben az esetben? Mert ugye nagyon sok telónál van, ugye, hogy meg van határozva, hogy mit tudom én, 1-2-3 méterig vízálló, egyébként ugye a cseppálló meg a vízálló, az persze nem ugyanaz, de ez egy más téma. De hogy tudod bizonyítani például azt, hogy mondjuk te mobilod csak 1 méter mélységig süllyed le, ameddig egyébként garantáltan vízálló készül, és nem 2 méterig? Ez nagyon nehéz volt, több ilyen panaszosunk is egyébként, és alapvetően mindig ott a kulcs, hogy mi van ráírva, hogy cseppálló vagy vízálló, mert a reklámokban azért néha esetleg lehet, hogy egy kicsit szebben tüntetik fel a telefont, mint amit valóban tud, és a vásárlói tájékoztatóban van benne, hogy vízálló, de azért nem erüljön el teljesen a vízben, azt elviseli, hogyha mondjuk vízes kézzel hozzá. És ilyenkor 2 tanú, az úszómester meg a lángosos, az elég? Itt ez egy vitás kérdés, hogyha a lángosos nem is, de a sült krumplis esetleg, aki jobban látott, hogy ezt hogyan lehet megállapítani, hogy meddig merült el a telefon. Ilyenkor békéltető testülethez érdemes fordulni. Bírósági egyébként ügy lesz ebből, hogy ez nem ugyanaz a békéltető testület, mint a bíróság. Egyrészt sokkal gyorsabb az ügymenet. Aha. És ott most már hamarosan úgy lesz, hogy ott lesz a vállalkozásnak a képviselője, ott vagy te, akinek elmerült a telefonja, és akkor ott van egy harmadik ember, aki megpróbálja az álláspontokat közelíteni. Hogyha szakvélemény szükséges, akkor ő ezt elkészíti. Ez semmiben nem kerül egyébként, ingyenes, és nagyon sok esetben tudnak segíteni. Az lehet-e érv, hogy ők nem gyártók, csak forgalmazók? Nem, tehát nekem ott van jogom intézni az ügyemet, ahol vásároltam. Tehát ezt is például tipikusan szeretik azt mondani az üzletben, hogy a szervizt és a garanciális javításokat XY helyre vigyük el, mert hogy ez van meghatározva. Nekem jogom van ott intézni az ügyemet, ahol megvettem a terméket. A békértető tárgyalása, vagy erre a békértető testület berencigálhatja a hekkest, mint tanút? Tanút is hívhat be szerintem, mert ebben most én nem vagyok biztos, de most változik egyébként a jogszabály olyan értelemben, hogy eddig nem volt köteles elmenni a békéltető testületi eljárásra mondjuk a vállalkozó, csak leveleztek vele, és ezért ez jelentősen meglassította az ügymenetet. Most már majd azért ez egy kicsit szigorúbb lesz, és el kell nekik is menni. Végre megszorulnak, mi? Igen, a gazok. Kicsit. Helyes. Nem. Ha online rendelek egy terméket, de személyesen veszem át, akkor is elállhatok a vásárlástól indoklás nélkül 14 napon belül? Nagyon jó kérdés. Na, elállhat? Igen. Igen.
tipikus. Ezt is szeretik mondani a vállalkozók. Ugye az is nagyon fontos, tavaly óta van ez a szabály is, hogyha interneten rendelünk egy terméket, akkor 14 napig meggondolhatjuk magunkat. Még csak azt sem kell mondani, hogy fapapucs. Egyszerűen nem kérjük, köszönjük szépen. És szokták azt mondani a vállalkozók, hogy ha személyesen veszed át, akkor ott tulajdonképpen meg tudtad nézni azt a terméket, és nincs ez a 14 napos lehetőség. De ez nincs. De így. Akármilyen átvételi módot választok, postát, futást, személyes átvétel, 14 napig, hogyha interneten rendeltél terméket, akkor meggondolhatod magad. Az nagyon jó. Tehát, hogyha bemegyek a kedvenc boltomba, és akkor nem úgy néz ki a Pamela 3000-es, ahogy én azt kinéztem, semmi köze nincsen Pamela Andersonhoz, akkor minden további nélkül azt mondtad, hogy kösz, nem kell. Hát amennyiben interneten rendelted meg Pamelát, igen. Te mit tud a Pamela 3000? Csak hat ki. Hát nem sok minden, ott is ott vissza is. Ha személyesen veszek a boltban valamit, igen, akkor nincs ez a 14 nap? Nincs, akkor nincs. Tehát akkor el tudtam dönteni a boltban. Megnéztem, kipróbáltam, megmaceráztam, amit kellett, tehát akkor nincs ilyen, hogy visszaviszem, hogy ne haragudjanak mégse. Nincs. Pontosan ezért van így, és ezért van ez a szabály, hogyha interneten vásárolsz, akkor nem tudod megnézni, lehet nem olyan a színe, a formája, vagy bármilyen, amit te elképzelsz, és ezért biztosítja ezt a jogot, hogy akkor te 14 napig meggondolhatod magad. De hogyha személyesen vásárolsz egy üzletben, akkor csak azért, mert nem tetszik, vagy nem jó a méret, vagy nem is tudom, hogy milyen lehetőségek vannak, csak azért nem viheted vissza. Van ez a 3 napos visszaviteli szabály, ami még mindenkinek a fejében él, hogy ha valamit vett, akkor 3 napon belül visszaviheti, de ez már régen már nincsen. Sincs. Már nagyon régen nincsen. Egy esetben van, akkor, hogyha műszaki cikket vásárolunk, és elromlik, tehát de úgy romlik el, vagy úgy nem működik, hogy például egy tévét nem tudunk bekapcsolni, tehát vagy a telefonnal nem lehet telefonálni, akkor 3 napon belül visszavihetjük, de ez csak a műszaki cikkekre vonatkozik, és ez is csak a 10 000 forintnál drágábbakra. Na most ezekből az SMS-ekből is kiderült, hogy azért rengeteg ember még ilyen régi, már elavult információkat tud így ezért a témával kapcsolatban. Kérünk szépen egy honlapcímet, Facebook oldalt, stb. A fogyasztóvédelmét is. www.nfh.hu. Jó, és akkor ott meg tudom mindent nézni. Igen, jó. Minden. Na, akkor az előbb dicsértek benneteket egy SMS-ben, hogy köszönjük, hogy elintél. Most kapni fogsz, így van, illetve kapni fogtok, neten vettem. Kapni fogtok a pofátok. Na, figyelj, szedd össze magad. Jó, kapaszkodj meg, mert ez kemény lesz. Neten vettem cipőt, előre fizettem. A fizetésről nem küldték meg a számlát, aztán a cipőt sem. 60 nap után sem. Reklamáltam, hivatkoztam az ASF-ükre, majd mindent elküldtem e-mailben a fogyasztóvédelem illetékes területi képviselet e-mail címére, és még csak nem is válaszoltak. Ennek már 2 hónapja. Mit tehetek még, ha már a fogyasztóvédelem sem válaszol? Ennyi. Nem tudom, hogy mi lehet. Én látok egyébként minden ilyen bejövő panaszt, és mi tényleg mindenre válaszolunk. Valószínűleg ez nem a központba jött, hanem valahova máshova. Itt 2 dolgot szeretnénk mondani. Az egyik az az, hogy ha interneten vásárolunk, és új helyről vásárolunk, akkor lehetőleg utánvétes fizetést válasszunk. Pont azért, hogyha nem ismerjük a céget, és mondjuk nem érkezik meg a termék, amit rendeltünk, akkor legalább ne kelljen futni a pénzünk után. Ez esetleg segíthet. Ebben a második esetben... az, hogy bocs. Bocs. Írd meg az e-mail címed, utána nézünk. kapcsolat@nfh.hu egyébként. Jó, oda írjon neked, illetve hát nektek, és igen, akkor megpróbáltok még egyszer utána nézni. Ott, itt te vagy a másik oldalon? Nem csak ilyen, ez egy komoly csapat van mögötte, tehát jogászok válaszolnak általában erre, ezekre a megkeresésekre, mert sokszor van valami kis flikflak a történetben, de én is látom őket, igen. Itt egyébként sejtem, hogy mi lehet a háttérben, egy csomó olyan internetes oldal. Rohadt lusta. De már szóltunk neki. Igen, ha így folytatja. Nem, szerintem egyébként nem a központba küldte, hanem valamelyik területi szervünkhöz, de nekik is elnye. Szóval, hogy arra érdemes figyelni, hogy nagyon sok olyan internetes oldal működik, ami magyarnak tűnik, de külföldi. És most nyilván nem mondhatok cégneveket, de neves cégekről sem gondolnánk, hogy szlovák telephelyen rendelkeznek, és ilyenkor mi nem tudunk segíteni. Románnal, meg brittel. Az már nem a ti hatáskörödött? Hát hiszen az már nem Magyarországon van. Aha, ide is érkezett, akkor ez pont jó lesz, még zárulnak ez az SMS. TV összetörve érkezett meg. Egy ilyen oldalon vásárolták, amiről te beszéltél, hogy nem magyarországi székhelyű. 30 nap az elállás joga náluk, azonnal telefonáltuk, és azt mondták, hogy egy másik cég küldte ki
beszéljünk velük. Azok tovább küldték, hogy 14 napon túl vagyunk, mert náluk 14 nap az elállás joga. De ha az eredeti cégnél rendeltem, akkor miért mással küldik ki? Tovább küldték a TV gyártójákhoz, ők vissza az előzőnek, és nem tudnak kiszakadni ebből az ördögi körből. Na most mit lehet csinálni? Európai Fogyasztói Központ. Ez nálunk van. Megijedtem, hogy Brüsszel. Nem. És ők azoknak segítség, akik pont így járnak, hogy külföldről rendelnek, anélkül, hogy tudták volna, mert ők segítenek az ügy intézésében, mondjuk azoknak is, akik esetleg nem tudnak angolul. És nagyon sok pénzt visszaszereztek már így egyébként, érdemes őket megkeresni. Illetve, ami még nagyon fontos, a gyártói garancia, hiszen nem csak a kereskedőnek kell felelősséget vállalni a termékért, hanem a gyártónak is, úgyhogy ott érdemes kopogtatni. Tehát a gyártónál is, a kereskedőnél is, a szállítónál is, tehát mindenhol támadni kell ilyen esetben. Egyébként Anitát nagyon jó hallgatni, vegyétek fel a rádióhoz, vagy engem vegyen fel maga mellé dolgozni, szépen beszél. Ez mint egy záró SMS. Anita, nagyon szépen köszönjük. Érdemes volt téged elcsábítani magunkhoz, mert rengeteg kérdés jött, ezeket majd átadjuk neked, jó? Hogy hát a tanulságos lesz. Meg ezek a tavaszi ruhák nem állnak olyan jól Balázsnak, úgyhogy minőség volt a csere mai napon. Egyel beljebb vagyunk, úgyhogy köszönjük szépen. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője és szóvivője volt a vendégünk is, Anita, köszönjük neked még egyszer. 3 percen múlt el 7:30, lehet jelentkezni arra a játékra, aminek az a címe, hogy Óvebácsi Verő, így van. Igen, összekeveredtem egy kicsit, a hírek után ezzel jövünk vissza. Anita. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, szervusztok, én azt szeretném kérdezni, mit vegyek és hogyan amortizáljak le ahhoz, hogy személyesen a gyönyörű Anitához mehessek tanácsért, kérdezi Petya gyerek. És szeretitek egyébként, hogy most ilyen szóvivői vonalon egész sokat fejlődött az ország. Ugye megfigyelitek, bárki, bárhonnan a legunalmasabb állami hivatalnak a szóvivője is, általában a hölgy, nagyon jól áll, mintha tényleg lenne egy stylist, és összerakná neki a kis cuccát. Csinos, jól beszél, rendben van. Azt gondolom, hogy ebből a csinos, jól beszél, rendben vanból egy alapvetés, tehát a jól beszél a szóvivőnél, ez jó, a másik az opciósan, nagyon örülünk neki a csinos, és a rendben van, az meg külön öröm. Tehát ha így áll össze ez a hármas. De ezt működik, szerintem 20 évvel ezelőtt is az már jó lett volna egy szóvivőnél, ha jól beszél. Én nagyon szeretem azt is, amikor egy vezérkari főnök nyilatkozik bizonyos ügyekben, tehát az is tud nagyon-nagyon jó szórakoztató lenni, meg nyilván ő is bejön sokaknak, de ez egy más feeling. Nem? Igen, én is azt gondolom, hogy a vezérkari főnök urat is szívesen láttuk volna itt a stúdióban egy bizonyos ügyben. Igen, de egy két pántos nadrág kosztümben. Kis szőke, aprót frizurával is. Kellemes, kiegyensúlyozott búg hanga. És egyébként olyan sztorikat hallottunk még, figyeljetek, hogy például visszaküldtek potencia növelőt, vagy beküldtek hozzájuk, a bácsi bevette az egyiket, és akkor mondta, hogy hát ő ettől rosszul lett, de megfájdult a gyomra. Nem, tehát, hogy a funkcióját nem töltötte be, és kérte Anitájékat, hogy akkor legyenek kedvesek kipróbálni. Hogy hova fordulhat még? És Anita azt mondta, hogy konkrétan kipróbálták. És azt mondta, hogy a kollégák nem működik. Így van, neki pedig be kellett zárkozni egy gardrób szekrénybe. Köszönjük szépen a nagyon sok kérdést, átadtuk Anitának, amit tudnak, segítenek. Viszont van egy másik. Hát srácok! Egy nagyon fontos, egy életbe vágóan fontos ügy, amiről beszélünk. Beért egy projektünk, hogy már lehetett hallani pár nappal ezelőtt, hogy az ürömi körforgalom esetében nagyon-nagyon komoly előrelépések vannak, de hát azok az előrelépések ugye nem olyan hivatalos lezárásai voltak ennek az egyébként pár hónappal ezelőtt még ilyen végtelen történetnek külő esetben, hogy most bekövetkezett az, amit már mindannyian vártunk szerintem, ott Üröm, Pilisvörösvár, Csobánka, stb. Vonalon mozgó napi több ezer ember számára, ez egy nagyon-nagyon örömteli hír, és számunkra is, ugyanakkor meg az. Nem. Hát Üröm az örömben.
ugye? Te most. Tudom, hogy ettől féltél, de tényleg az. Na, meghívó érkezett hozzánk. Képzeljétek. A Beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT tisztelettel meghívja önt az ürömi körforgalmú csomópont átadási itt ünnepségére. Itt az önöket ön hiány egy picit fájt, de... Hát csak önt hívja meg. Aha, mindegy. Hát a önt, aki most nincs. Aki először olvasta az e-mailt, annak szó. Időpont 2015. Július 3. zárójel péntek. 10 óra. Viszonylag kicsi az esélye annak sajnos, hogy a Győr plázától visszaérünk mondjuk 10 órára, már hogyha erre elég lenne, mit tudom én, egy másfél óra, akkor már örülnék, de nem. De hogy? Nem, sajnos nem tudunk ott lenni, és emiatt egy picit fel akarjuk hívni a Lopper Danit. Aki már itt is van velünk, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szóvivője, Lopper Dani! Jó reggelt! Dániel! Sziasztok, jó reggelt! Figyelj, Dani, mi történt? Tehát mi de, az de az most, ok? Most tényleg nem lehetett úgy összepakolni ezt a rendezvényt, hogy mi is ott legyünk? Hogy... Hát nem tudtuk, hogy nektek már előre lefixált programotok van. Mi kit hallgattok, a Music FM-e? Hát már mióta mondjuk ezt a Győrt, hogy megyünk, hogy pénteken ott van Győrbe a csapat. Erre megérkezik ez a meghívó, érted, örömittasan kinyitjuk, elolvassuk. És a végén ott a dátum, az időpont. Hát jó, de tolni mégse tolhattunk az átadáson, az mégis furcsa indulatokat szült volna. Hogy adjuk át ma este. Este 8. Hát nézd, miért, akkor nektek jó lenne? Nem, még simán. De este 8 hát, szerintem egy beszélni. Mentek a meghívók, az abban, hogy a többi meghívott 100 emberrel szemben hogyan? Mondjuk azt, hogy akkor mégis, akkor toljunk rajta. Hát e-mail cím csak van hozzá, tényleg annyira ott szeretünk volna. Annak mondjuk örülünk, hogy találtatok valakit, Balázs helyett, aki az ünnepi beszédet elmondja, dr. Becsei Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára személyében, de azért... nem tudom. Látod, és ez is milyen, tehát szuper, már benne volt. Szuper beszédet tud mondani. Ebben biztosak vagyunk. Csak olyat, mint Balázs, senki más. Hogy ugye ebben is az van benne, hogy ti már éreztétek, hogy mi nem tudunk ott lenni, és nem is úgy jött a meghívó, hogy ünnepi beszédet mond, Sebestyén Balázs, érted? Pedig ez biztos, hogy emlékezetes lett volna egyébként. Annyira. Abban biztos lehet. Hát de miért, most komolyan. Én annyira betáraztam már erre, hogy majd olyanok a pántlikás kislányok, hogy hívják nemzeti viseletben, és akkor kenyeret meg sót veszek át tőlük. Körbe táncoljuk együtt a körforgalmat, a kikerics, a morning show logó kikericsből kirakva. Az meg lesz legalább, Dani? Hát azt nem tudtuk elérni, tehát az már foglalt volt a körforgalmi rész, viszont egy ajándékot mindenképpen fogunk nektek küldeni, még nem tudom megmondani pontosan, mert két lehetőség is van. Az egyik már biztos, a másik ajándékon pedig még erősen dolgozom, de ez csak jövő héten fog kiderülni, biztos, hogy nagyon fogtok neki örülni. Aha. Úgyhogy ezért kárpótlású biztos, hogy valamire még számíthatok. Mondd, hogy egy régi aszfalt darab a régi útból, vagy nem, de valami ilyesmi. De nem jártok messze, de ez az utóbbi, ez még kérdőjeles, itt még tárgyalnom. Aha, kell. Vagy 12 méternyi szétrohadt eternit cső, vagy valami, amit a keresztbe találtatok. De biztos valami nagyon exkluzív. Figyelj csak, Dani, te írod a helyettes államtitkár úr beszédét? Nem. Új, de kár, még ez se. Mit szeretnétek? Hát, hogy legalább egy mondatban legyünk benne, vagy egy picit, hát mégiscsak mi kezdtük el ütni annak idején, már tudom, hogy ti nyilván ezt terveztétek, meg a forrásokat föl kellett ehhez tárni, és meg kellett az egészet tervezni, és jóban, kivitelezni. Rosszban együtt voltunk, igen. Összekötöttünk benneteket az emberekkel. Mi voltunk az emberek szócsöve, érted? Oda-vissza, hányszor hívtunk téged, hogy Dani, mi így lesz már? Hogy örültél, azt hiszem, kétszer. Most is például, mert még 5 perccel ezelőtt aludt. Hogy legalább egy fél mondat. Hogy hallatszódna dr. Becsei Zsolttól egy ilyen? Lobbizni fogok, értetek. Na, jó, aha, hogy legalább egy ennyi legyen, és akkor ezt légy szíves, vedd föl valamivel, hogy legyen bizonyító erejű hangfelvételünk. Jó, oké. Okay. A catering jó lesz a végén? Hát én gondolom, ilyen... Na fájd is a szívünket. Tormás tekecs? Új, de fél sajtekecs körözött. Tehát a marhapörkő szokott lenni galuskával, tehát ilyenkor pedig ilyen útépítő eredet szokott lenni. Nincs már frankizés, látod? Egy jó marhapöri. Útépítő eredet? Mi aranyászok? 3 láda? Na jó, van, a lényeg az, Dani, hogy veletek együtt örülünk, és reméljük a hallgatókkal együtt, akik majd most megírják, hogy jó, hogy holnap átadják, de majd akkor ezt továbbítjuk neked. Nagyon köszönjük a meghívást, de sajnálatos módon akkor ezt most így adásban a nép előtt, azt kell mondjuk, hogy nem leszünk ki ott. Kell mennem a nagyvanira.
virágpiacra, és visszamondanak ki kiricset a rohadt életben. Akkor holnap még egyszer. Jó, van, sok siker. Jó szórakozás, vagy nem tudom, mit kell hívni, egy ilyen átadóhoz legyetek ügyesek, és ha majd átmegyünk meg jövő héten, mert elmegyünk arra, akkor arra gondolunk, hogy mi is itt lehettünk volna. Oké, kösz szépen a segítséget. Nagyon szívesen, Dani. Ha bármi van az országban, szólj, megoldjuk, jó? Bárhol egy picit elakadtok, néhány hónapra számíthatok ránk, akkor is hívunk benneteket, ha nem akarjátok. Jó, jó. Köszönjük szépen. Szia, szép napot. Szia. Hello. Ah, Istenem. Na, nem szép tényleg. Na most ma este meg tudtuk volna csinálni, vagy mit, te hétfőn. Hát nekünk csak a dolgos hétköznapok jutnak, Feri. Látod, csak a meló része, összekaparjuk azt a körforgalmat. Az ünneplés, a válveregetés, a névjegycsere. Érted? Az meg soha nem a hideg tálak. 6 perc múlva lesz 8 óra. Jöjjön Óve bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óve bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Jó reggelt, Gábor! Halló, sziasztok, srácok, jó reggelt! De tényleg most indulsz nyaralni Horvátországba? Hát néha nekem is kell, már 8 éve nem voltam nyaralni. Az kemény. De 8 évig gyűjtöttél erre a nyaralásra, vagy csak sok volt a meló, nem úgy jött össze, azért nem mentél? Hát inkább az utóbbi így. Uh-huh. Nem, sose jött össze. És mi lett volna, ha közelebbi célt választasz, és akkor 2 évenként el tudsz menni egy Balcsi, Velencei tó, lehet, hogy olcsóbban meg lehet úszni. Hát most úgy voltam vele, hogy kimegyek ki Horvátországba, és elvesztem a munkájukat, és meg a kultúrájukat sem fogom tisztelni. Hallod, jó, de kemény vagy. Szemet szemért fogad. Mondd a helységet, hogy hova mész. Krenovica. Jó, csak hogy tudják a krenovicaiak, hogy jó, mi a baj. Jó? Na, akkor mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Oh. Valami jó kis hangverseny. Vagy búcsú van a Tatooine-on. Oh, ja, Tatooine szimfonikusai így van. Hangolnak. Uh-huh. Sorozatnéző vagy, Gábor? Igen, igen. Jó. Az szerintem segíteni fog, mert hogy az a helyzet, hogy se a Jani, se én. Te figyelj! Fogalmunk nem volt, mikor a Zsűl rábökött, hogy mi lesz ma a feladvány, de mutatjuk neked, figyelj! Na! Ugye? Hú, ezt mindjárt meghallgatom a rádión, mert telefonban alig hallottam, úgyhogy ha megtennétek, még egyszer leadnátok. Persze, megmutatjuk még egyszer. Egy picit visszaveszünk a háttérzajból. Little... Aha, ez valami kis szitkom végjáték sorozat. Az, 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 jó helyen kapizsgálsz. Ha még a címét is mondanád, akkor nyernél is. Régebbi már, vagy nem tudja. Egy 10 éves. Már Magyarországon 10 évvel ezelőtt ment, akkor Amcsiban 12. Na, mutatunk hosszabbat, jó? Na, ha ebből nem megy akkor semmiből, akkor te ezt nem ismered, ezt a sorozatot, pont úgy, mint én. Hát úgy vagyok vele. Uh-huh. Mondj egy ilyen 8 évadot megért sorozat címet, hát ha... Lenne egy tippem, de az a baj, ez meg nem ide. Na, tippelj, mert hát, ha beletalálsz. Tippelj. Én húsort olvastam el róla egyébként, amit ide tett nekünk a szerkesztőnk, de még így se ismerős. Az a baj, hogy így... Mondjad, Gábor! Csak a jó barátokat ismerem, de annak nem ilyen. Aha, na, ez nem az. Ez kérlek, szépen kapaszkodj meg, ez a Nancy ül a fűben, érted? Jézusom. Ha fogalmam. Nem láttam már róla, de hogy egy részem láttam belőle. Ha hogy nem ugrod be? Hát én az életben nem hallottam erről a sorozatról. Szerintem ott inkább csak csajok nézik nagy részt. De figyelj, a Zsül egyik kedvenc sorozata, tehát jó helyen kapizsgálsz. Igen, a csajok néznek, nem tévedtél sokat. Gábor, hát ajándékcsomag most nincs, nem volt könnyű, ez vigasztaljon téged, meg az vigasztaljon, hogy most indulsz Horvátországba, 8 év után először nyaralni. Így van. Majd ott jó lesz, és ha van internetes hozzáférésed kint, akkor törzs le a sorozatot, és nézd meg. Biztos lefogom. Ha jó lenne, még mennem. Vigyázzatok magatokra, szevasz, Gábor. Szia, szép napot. 3 perc múlva lesz 8 óra, a friss hírek után jövünk vissza.
Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 5 perc múlva lesz 8:49, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, gyönyörű napsütés a mai az napon van. Is, és egész hétvégén fantasztikus jó idő lesz. Holnap is Győrben, mindjárt beszélünk a győri kitelepülésről, előtte egy csomó fontos info, M3-42-es kilométer 60 felé egy vödör az autópályán. Egyrészt baleset veszélyes, másrészt az építkezésen hiányozni fog, de marhára. Rovancsnál. Balaton felé, a Velencei tónál baleset miatt torlódás, Keni küldte, Ajkapadrakúton mérik az Ajkáról érkezőket, Bálint Vőfé írt nekünk, nagyon rendes vagy. M7-esen Balaton felé Pákhoz, de ezt már olvastam, mérnek a felüljáróról a Munyárok, az M1-esen, a Abda közelében mindkét irányban, szép napot, Cseles, Nyeles, bocsa Munyárokért, természetesen rendőrök, Árpád híd a 10-es úton 30 perc, Pilis Szent Iván. Azt is nem tudom, hogy jó vagy rossz. Na, szerintem nem olyan rossz hely. Ne hagyjátok ennyibe ezt az üremi átadót. Ha ti nem vagytok, még most se lenne ott semmi. Mi is így gondoljuk, ez egy öreg tüske maradt bennünk, ez... hogy nem lehetünk ott abban a pillanatban, amikor majd learatják azokat a babérokat, amiket együtt nevelgettünk. Dolgoztunk egy évet rajta legalább, és semmi. Kínosztuk, cseszegettek. Cseszegettük ugye a Lopperton, itt két hetente mindig. Képviseljen titeket az Anna, a Juli meg a Zsül a holnapi átadáson. Igen. Igen, ha Juli hogy örülne neki, hogy ebben szagadságom, ahonnan vissza kellene ezért jönnie. Úgyhogy ez van, mindegy, hát rengeteg, azt tényleg most ugye viccet félretéve azért ennek az üremi körforgalomnak a kálváriája, az rengeteg embert érintett ott a környéken, hát hogy hatalmas ingázott tömeg járt ezen a területen, meg jár is ezen a területen keresztül nap mint nap, úgyhogy iszonyatosan sok embert érintett, mint ahogy egyébként iszonyatosan sok embert érintett a fogyasztóvédelmi témák is, és nagyon örülünk neki, hogy ennyire betalált, mert 1 millió SMS kaptunk, illetve meg lehet nézni ugye a Facebookon, hogy hány hozzászólás érkezett a témához, meg hány like. Hát részben ez mondjuk Anitának is köszönhető, úgyhogy igen, de tényleg, és amúgy is, és de ha bármiféle kérdés bennetek maradt, vagy mi nem tudtuk feltenni időhiányába, akkor azt nyugodtan írjátok meg azokra a címekre, amiket Anita is itt az adásban elmondott, és tényleg keressétek bátran a fogyasztóvédelmet, mert hogy ez a dolguk. Ezért vannak, ezért hogy rajtatok ének. Segítsenek. Így is van. Még egy SMS, ami már a holnapi kitelepülésre jött. Egy egészen magabiztos hallgató. Reszkes Morning Show, holnap megyünk és mindent megnyerünk. Üdv Kari, a nap hallgatója. Ez a dolgotok. Egyébként már sokan írtatok, van, aki 80-100 kilométerről is holnap jön, és nagyon sokan kérdezitek azt is, hogy akkor mindenkinek hatra ott kell lenni, mert hogyha nincs ott, akkor már nem nyerhet. 8 órakor is be lehet kapcsolódni nyugodtan a dologba, és ami nagyon fontos, bár mondtuk már, de azért ezt még súlykoljuk, hogy nem hozunk el ajándékot. Semmit nem hozunk el, onnan mindent ott fogunk hagyni valamilyen formában. Tehát, hogyha esetleg nem sikerül majd, mit tudom én, kihúzni valakinek, vagy megtalálni minden ajándékot, hogy mit tudom én, majd úgyis a játéknak a szabályt meg fogjátok tudni majd holnap, azokat az ajándékokat is ki fogjuk aztán a végén sorsolni. Semmit nem hozunk magunkkal vissza. Így van, tehát 10 óra előtt, ami még benn maradt ajándék, akár kicsi, így akár van. Nagy, azt ott ugye regisztrálni kell majd a játékra, és akkor a regisztráció alapján fogunk sorsolni. Így tehát van. Érdemes már egyébként 6-ra odajönni, de ha 7-re, 8-ra értek, az se baj. Egy a lényeg, 10-ig ott kell maradni, mert ha nem is kerültél sorra, hogy nyithatsz trezort széfet, akármicsodát, akkor 10-kor még neked mindig van lehetőség nyerni. Semmit nem hozunk el, talán csak mit tudom, egy-két barokkészletet, tusfürdők, testápolót török között a szállodában. De hát az meg nem tartozik a játékhoz. Az ajándékok közül csak néhány. LG 3D-s Smart LED TV. Aple Ipone. 6-os. Arany. Kártya független. Igen. 64 GB-s, az nem tudom mi, 64 GB, az biztos marhasunk. Az jó? Hogy hívják? Hát az angol import. Ja, azon mert hogy onnan jött. De ez tényleg jó. 2 darab felnőtt és 2 darab gyermekkerékpár egy család. Így van, meg tudjátok nézni a fotót a természetesen a Facebook oldalunkon, mi már teszteltük tegnap ezeket a kerókat, iszonyatosan jó bringák. Egyébként a nyálam folyt, amikor végignéztem azon a férfi keron. Nagyon jó city bike-ról van szó, igazi, minőségi kis termék. És ez ott is lesz, ez az ajándék? Vagy ezt majd innen Budapestről... Én azt gondolom, hogy igen, majd történik valami. Jó, akkor visszük magunkkal, ez a biztos. Mondok még dolgokat. Digitális fényképezőgép, félkaros vérnyomás. Na.
Tessék. Tehát nem kétkaros, félkaros. Mennyire jó egyébként, nem? Digitális személymérleg, mikrohullámú sütő, kapszulás kávéfőző, gyerekek, tényleg őrület lesz, és a fődíj? A fődíj törökországi utazás all inclusive egy család számára. Ej, Zsül, de köszönöm volt, szépen! Hát nem volt egyszerű kimondani, hogy all inclusive, de meg is érdemlem a tapsot. A Janinak jár a taps, oda-vissza röpcsi egy teljes ellátás 4 személyre augusztusi nyaralás, tehát úgy kell időzíteni majd a szabadságot, de hát szerintem, aki egy ilyet megnyer, az el tudja intézni. A nagy lelkűség napján a Győr Pláza előtt leszünk majd a kis üvegstúdiónkkal, a gyönyörű üvegstúdióval, ahol már reggel 8-kor 70 fok lesz, mert oda süt a nap, de ugye ezt szeretnénk, hogy jó idő legyen. Ott van kint a Trezor, a postai nagy Trezor, a csomagátvevő szerkezet, és azzal fogunk majd játszani. Ja? Nagyon jó. Csak mondom egyébként, hogy ebbe a szállodában, amiben majd a nyertes megy, ebbe egyébként meg Balázsék is el akartak menni, csak drágálották. Érted? Még ő is azt mondta rá, hogy ez sok, de téged hallgatott. Így van, hogy ez már most már tényleg olyan szintű ronyrázás, hogy ebből biztos, hogy címlap sztori lesz. Úgy tűnik, hogy a mai reggel a hallgatói levelek reggele, mert Zoli következik most, aki hallgatói levelet írt nekünk. Idézném, így szól: szia Balázs és János! Itt én még egy kicsit mondtam, hogy hát azért igen, mégis csak... olvasom tovább. Igen, nem olvasom tovább, de aztán rájöttem, hogy mit akar, és azt mondtam, hogy yes, na, ez csak a tiétek. Régóta nagy rajongóitok vagyunk a barátnőmmel, akit jövőre szeretnék feleségül venni. A segítségeteket abban kérném, hogy vállaljátok el a ceremónia mesteri feladatokat a Lagzinban. Igazán nagy meglepetés lenne ez mindenkinek, egyébként tényleg a fiúknak is, és ti is kipróbálhatnátok magatokat ebben az új szerepben. Kérlek titeket, gondolkozzatok már a dolgon. Üdvözlettel, Zoli! Jó, nem. És? Van tovább a levél? Nincs, ennyit írt nekünk Zoli. Egyrészt szerintem marha nagy megtiszteltetés. Az. Tényleg, én azt mondom, hogy minden műsorvezető, mint ami például Szakál Miki, vagy mit tudom én. Egy csomóan csinálják. Igen, még tudnék sorolni néhány olyan műsorvezetőt, aki nagyon örülne neki. Szerintem, aki hallgatja a műsort, az sejteti körülbelül, hogy mondjuk Balázsnak mi a hozzáállása egy ilyen dologhoz, vagy nekem mi a hozzáállásunk. Szerintem ez egy nagyon privát, nagyon szent, nagyon családi és nagyon bensőséges ünnep, és azt gondolom, hogy ez egy olyan pillanat a ti életeteknek, ahova mi nem vagyunk valók, és mi ezt tiszteletben szeretnénk tartani. De pont, szóval hogy valók vagytok, hát ő azt mondja, érted, hogy ti kellettek oda, mert te családtag vagy nála, azzal, hogy minden reggel hallgat bennünket, benneteket még szeret. Ezért megtisztelő, és nagyon szépen köszönjük. Na, ezért gondolja úgy, hogy legyetek ott ezen az eseményen, és a ceremónia mesterséget is vállaljátok el. Tehát neked nem vendégnek kell ott lenni, érted? Ez a különbség. Szinte látom magam előtt, hogy Balázs tartja a kezében a mikrofont, és mondja, hogy eladó a mennyasszony, én pedig állok mellett egy hatalmas fazékkal, amiben folyamatosan kevergetem az 5000-eseket. Miért ez tök cuki lenne szerintem? Ketten jó meg tudnátok csinálni a logot. Tehát, hogy nem vendég vagy, nem az asztalnál ülsz. Te nem kihasználod azt, hogy ismert ember vagy, és téged szeretnek, ingyen kajász, nyilván szállást is biztosítanak, sőt, lehet, hogy még hoznak és visznek is kocsit. De. Te nem ezt csinálod, te melózni mész oda, tehát megtisztel téged azzal, hogy élete legszebb napján te vagy az, aki ezt az egészet fölvezeti. Janika, megyetek így a rántott karfiol, hajt van még itt is, rizibizis, rosejmi, na, egyéb, tömjed magadba. Hát ez attól függ, mert ha rendes vidéki lagzi, akkor ott ugye pörkölt van, éjfélkor meg sült húsos. Tehát ott te rántott karfiót, egy hiszem, darabot se találsz. Galuska tulajdogolásom lenne másnap, mint az állat. Miért nem vállalnád el? Hát... Emiatt? Mert nagyon családi, nagyon bensőséges. Hát én ez ilyen csendesebb, bensőségesebb, visszafogottabb eseményeket szeretem. Hát ugye köztudomásul, hogy az én esküvőm is cirka 6-an voltunk ott, vagy 7-en, mert hogy azért voltunk páratlanul, mert ott volt még az anyakönyvvezető is. De hogy én nem kerítettem nagy feneket a dolognak. Ha, a dolognak. Látok, olyan, volt, mint, olyan volt, mint egy esküvői próba, mert zene se szól. De azt nem a lámpa nem volt feloldva. Igen, tehát tisztel olyan volt az egész, mint hogyha az új anyakönyvvezető lepróbálta volna előre, hogy aztán este majd, amikor jön tényleg az igazi, az első, ahol már zene is lesz, meg nagy tömeg lesz, meg ilyesmi, akkor nehogy hibázzon. Picit olyan volt az a miénk. Semmi zenőt, bementünk, a cipőksarkoknak a kopogása hallatszódott, meg valaki éhes volt, meg korgott a gyomra, azt is lehetett hallani a terem, és akkor oda mentünk, és kb. Ilyen 20 perc alatt lezúztuk az egészet, én biciklivel mentem a helyszínre, és... Mégiscsak könnyebben tud az ember menekülni. Igen, és elkéstem. Úgy volt, hogy csak annyi autónk, illetve úgy volt autónk, hogy nem fért be mindenki.
És ők előre mentek, én megmondtam, hogy majd megyek utánuk bringával. És mentél is, és csak mentem utánuk, picit késtem, és mivel egy picit már késésben voltam, tekertem itt az állat, ennek következtében már a hónom alatt, meg a hátamon, és később pedig a mellemen is, érted, a szembeszél miatt, csatakizzadt volt az ég, amikor mert nagyon jó érzékkel, ugye nem fehér inget vettem fel, hanem valami, hát egyébként valami bézs, vagy valami keking volt rajtam, és úgy néztem ki, valami kis cserkész. És odamentem, és mondtam, csatakizzadság, mert mindenki halálosan ideges volt, Moni majd megőrült, hogy hol a büdös francba vagyok, és akkor, na, és mondta, hogy maguk, ennyien? Nem többen? Nem? És ez tényleg? A fiú kicsoda? Zenese? Ja, maga nem, a vőlegény? Ez van. Jó. Igen, nem? Igen? Jó. Viszlát. Akkor kb. Ennyi volt. Ha megadtuk a módját. Én ugye még adós vagyok a világnak ezzel az eseménnyel, amiben én mint vőlegény veszek részt, és a béka mint mennyasszony. Ez jó egyébként, hogy mindig nyitva tartod a kis kaput. Így is van, most hova kell? Meg még nem kell siet. Hallod? Annyi dolgunk van még a világban. De jó, hogy neked van egy ilyen exit. Egy nyitott lehetőség. Viszont én elárulom, hogy én életemben kétszer voltam már vőfély. Az egyik esemény az a műszaki igazgatónk Horváth Gyula esküvője volt, képzeld el. Ez még Rádió Bridges-tünk, mi onnan ismerjük egymást a Gyulával, ő ott is műszaki ember volt, én még műsorvezető, és mondta, hogy szerinte én. Mondtam, hogy Gyula, ez nem olyan, hogy csak úgy odamész, és akkor figyelj, megyünk vidékre kikérni a mennyasszonyt, tehát azért ez egy szakma, de figyelj, hidd el, jó lesz. Na hát nagyon jó volt a dolog, ez volt az egyik, a másik pedig szintén egy barátomnak, az meg a budai várban volt a dolog, és én mondtam ott is, hogy szintén én nem akarom vállalni ezt, és pont ugyanazt gondolom erről, amit te, hogy nem vagy úgy odavaló, hogyha ha nem vagy igazán közel a családhoz, ez az egyik. Másik meg ugye tudni kell a rendes népi lakodalomban, ott tudni kell az összes ilyen rigmust, hogy itt a forró, hús, leves, hát ezekről fogalmam sem volt. És ezt a kettőt mondom, így szívességből megcsináltam, ilyen ceremónia mesternek, de soha többet senkinek. Tehát, hogy nem, ez egy olyan szakma, érted, amihez vagy értesz, vagy tudod ezeket a dolgokat, vagy nem, és akkor meg nem kell vele próbálkozni. Hát, meg szerintem egy ismert ember nem is annyira jó egyébként főfének. Én azt érzem. Tehát ne azt mondja, hogy most oda mentünk, hogy csak a Balázs. Igen. Balázs, hogy futózkodjuk vele? Balázs, na de egy fotót lehetne. Persze, csak úgy már elégszeres a férjed mellé, ha Balázs. Igen. Te vagy a mennyasszony. Ez az este rólad. Nem. Szerintem ide profi kell. Profi kell, és olyan ember, aki se onnan nem ismert, legfeljebb onnan ismert, hogy mit tudom, a Dezső mondta a Józsinak, hogy a fiam is külső volt, és a jótól, nem is kér sokat. Hát azt tudod, hogy a vőfély az így jár, szájról szájra. Zsebbe is jó. Számla ugyan nincsen a ezétől a Sanyikától, de figyelj nagyon jól tóla. A felelőjét egyébként töltött káposztat, mondtuk neki. Na, azért, ha mégis elvállalnátok ezt a dolgot, jó? Aha, a Balázsa, igen. Ha visszatér erős a Balázsa. Igen, nagyon. Akkor arra gondoltam, hogy egy igazi segítséget fogom most nektek fölhívni, vagy neked fölhívni, mert ugye egyedül vagy. Turkeve egyik legjobb böllérét és vőfélyét, Tóth Lajost, aki már itt is van a vonalban. Jó reggelt, Lajos! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggel, hó, micsoda lendület! Ugye, lát, hát figyelj, vőfénynek mindig topon kell lenni. Milyen az idei szezon, Lajos? Van elég meló, vagy még valakihez beprotezsáljunk? Nyugodtan beprotezsáltok, hát most így szeptember végéig van minden hétvégére munka. Jézusom. De hát ugye ezt tudod, hogy én nem ilyen élethivatásszerűen csinálom, hanem így amennyi szabad idő van, azt nyilván rászállom erre a dologra, mert szeretem csinálni, de szeptember végéig azért így is van. Aha, csak az íze kedvéért, de akkor pénzt nem is fogadsz el. Hát, ha dukmálják, tudod, nagyon dukmálják. Hát, nagyon rámerőltetik. Igen, olyan erőszakosak ezek a népek. Igen, nem akarom elfogadni, de valahogy mindig a lajbizsebbe bekerül a dolog. Tájegységenként egy csomó olyan szokás van egyébként, amit az ország egyik részében ismernek, a másik részében meg nem ismernek, te Turkevén is környékén tevékenykedsz, ez ugye Kunvidék, elmondhatjuk. Igen. Ahol például az egyik legszebb szokás, hogy a leölt jószágnak, a birkának a fejét ki kell vinni a legidősebb embernek. Ez van még? Mi van? Igazából ez a fej kivitel, nem mondom, hogy nem gyakori, vagy nem jellemző, de nem, tehát nem működik már ez annyira, hogy most a legidősebb embernek a birka fejét ki kell vinni. Az biztos, hogy egy kuriózum, ugye tudod, hogy Turkevén eleve úgy főzik a birkát, hogy a fejet ugye meg a lábat azt megperzselik bele, és akkor ez egy ilyen finom falat igazából a pörkölt részeként. Tehát ezt úgy nem nagyon osztogatja az ember, hanem úgy mindig megvannak előre a cél személyek. Én lakodalom során, akik már előre szólnak, hogy majd, hogyha hozzátok ki a birkát. Így van, azt majd én kérem. Csak azért, hát az esetben először mindig ugye a párnak kínálat föl, vagy a vőlegénynek kínálat föl, de
Nem feltétlenül minden esetben. Aha. Mert megvan a kép előttem, hogy Jani a fejes tállal megy ki és kikacsint a birka feléd. Én szerintem ja. ott lenne vége a lagzinak ebben a pillanatban. Milyen szokás van még, ami nálatok dívik, és máshol mondjuk nem annyira ismerős? Hát nálunk igazából ugye ételekben mindenféleképp ugye megvannak a kötöttségek, ami talán más tájegységenként nem feltétlenül jellemző. Tehát ugye a tyúkhúsleves, meg a birkapörkölt, tehát itt a nekunságban ez biztos, hogy ugye ez a fix. Másodt ugye inkább már a marhapörkölt, ami jobban megy, de levesekben is vannak változatosságok. Nálunk nagyon nem jellemző a menyasszonytánc, tehát ezen a vidéken, Szolnok megyében, nekunságban, mint mondtam, a menyasszonytánc annyira nem divat. Igazából csak akkor van menyasszonytánc, hogyha a párnak ugye az egyik fele, vőleg egy menyasszony, valaki vidékről jön ide, vagy vidékről uh-huh. kerül ebbe a házasságba. De ne, várjál, ha nincs egy menyasszonytánc, akkor miből veszik meg az első dácsiát? Igen, tehát a menyasszonytánc ugye nem hagyomány jellegű, hanem az ajándékot azt odaadod a párnak a templomi vagy a polgári szertartás után, borítékba vagy ki milyen formába, és nincs igazából menyasszonytánc, hanem csak menyecske tánc van éjfél után, mikor átöltözik ugye a pár, mint új asszony, mint új ember, ugye visszajönnek, és akkor van egy ilyen szervezett tánc, a menyecske tánc, de nem pénzes. Az jó, tehát már nem kell olvasni. Az sokkal jobb, mert ott van megúszó faktor. Tehát odaadod a borítékot, aztán amikor majd másnap szépen bontogatják ki őket, akkor látják, hogy mondja, így adjuk egyet az egészségem, aztán van benne egy három, az egy meg kávé. De most például, tehát nem tudom, tehát menyasszony táncban is, hogy egyre több, tehát ahogy haladunk ugye előre a korral, tehát igazából azt lehet mondani, hogy nem feltétlenül pénzes menyasszony táncot szerveznek, megkérik a párt, hogy az ajándékot adják oda pénzformájába, ez ugye már az ilyen fix dolog, és akkor például sorsjegyes dolog van, tehát most múlt héten voltam lakodalomban, ott úgy volt a menyasszony tánc, hogy nem pénzt dobáltak ebbe a kosárba, vagy éppen amivel gyűjtik a pénzt, vagy az ajándékot már adott esetben, hanem sorsjegyet, és akkor ilyen kapalmi sorsjegyet. Miért az aranyos? Hát ezt te tökre akkor. Mit tudom, bemondják, általában beszokták utána mondani, na kaptunk. Meg kitöltett le skandináv lottó szelvényeket. Há, persze. Azt szerintem tök jó. Összejöhet. Most is 219 millió van rajta. De figyelj, Jani, ebben legalább megvan a kockázat, hogy mondjuk nem 20.000 forint van a borítékban, hanem ebből lehet nyilván sokkal több is. Meg sokkal kevesebb is, azért azt valljuk be. Sokkal kevesebb is, de tehát egyre gyakoribb az, hogy nem igazából pénzt dobálnak már. Másik, tehát akár már Kecskemét, vagy Dunántúl, vagy sok más szeretségen, viszont abszolút hagyományban mondanak annak a jó, pénzt. Mondjuk ez kreatív. Mondjuk nekem egy olyan megoldás is tetszene, hogy jönnek ugye a vendégek, jönnek a rokonok, jön mindenki, és akkor beledobálják egy nagy fazékba mindannyian a kocsi kulcsukat. És a végén húzhatnak egyet. Nem? Csukott szemmel. Dobd már fel valahol. Nekem ez tetsz. Hétvégén. Jó, oké. A lánykikérés az még működik? Tehát azt még neked kell csinálni? Persze, a lánykikérés, vőlegény búcsúztató, ugye a lánykikérés, mennyasszony búcsúztató, ez abszolút működik. Tehát úgy mondom, hogy abszolút működik, hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, sajnos egy-két lakodalommal vélt már, tehát nem tudom, hogy a modernizációnak köszönhető, vagy a szokásváltozásnak, nem tudom, vagy azt látják már mások, hogy esetleg ez a része már kimarad egy lakodalom szervezéséből. Egy-két helyen azért sajnos azt mondom, hogy megkérnek, hogy vagy hát megkérik a szervezés során ugye az adott embert, hogy nem kell vőlegény búcsúztató, nem kell menyasszony kikérő, nem kell menyasszony búcsúztató, nem kell. Hát csak mit csinálsz? Hát hanem találkozunk a menyasszonyos háznál. Segít a konyhán. Találkozunk a menyasszonyos házán, és akkor hopp, két mondat, aztán elindultunk a polgármesterhivatalba, vagy a templomba, ugye utána, és akkor megyünk a lakodalmi helyszínére. A lakodalmi forgatókönyv, az hál' Istennek azért abban nem nagyon szeretnek úgy belenyúlni, vagy így máshonnan ellesett dolgok miatt úgymond változtatni. Tehát az még úgy fix, de én sajnálom igazából azt a részét, ahol erre ugye nincs szükség, mert de azt mondják, hogy hát az már nagyon unalmas, meg sírnak az emberek, meg nem kell. Én mindig azt mondtam, hogy egy lakodalom menetében borzasztó fontos az a rész, amikor tényleg egy ilyen meghitt pár óráról van szó, és az is nagyon fontos, amikor már a lakodalom helyszínén, amikor már bulizol, meg jól érzed magadat, nyilván a szövegektől kezdve minden ugye úgy állt össze már 100 évvel ezelőtt, vagy több száz évvel ezelőtt, hogy ott nyilván nem poénkodunk, meg nem bohózkodunk, a lakodalom helyszínén pedig igazából erre fektetjük a hangsúlyt. Ha most én megkérnélek, hogy legyél az én vőfélyem, akkor kérjük már ki a békát, az én páromat. Hogy csináljuk? Mi a menete? Mi a duma? Mit mondasz? Hát most a nyilván a szülőkkel kell előtte ugye egyeztetni, és akkor... Semmi, hát... oda megyünk az anyósomhoz, úgy fogjuk kezdeni, Lajos, azt már mondom, mert a mama nagyon szépen iszik, hogy iszunk valamit, pálinkát.
Hát most elmondjam. Azt várom, igen. Csak nehogy azt mondta, hogy úgy lesz, mint ezek a nagyon vicces, vagy viccesnek szánt szituációkban, hogy kikérik a menyasszonyt, és akkor kimegy helyette valaki más. Mert nehogy azt tanácsolt, hogy akkor legyen ott mondjuk a Zsűl menyecske ruhába, és akkor menjen ki lefátyolozva, és akkor igen, megtapogatják, kimutatja a szőrös lábát, stb. Mert ez mindenki viccesnek tartja, csak azok nem, akik ott vannak. Nem, alaphelyzetben, hogyha oda megyünk, akkor nyilván megyek akkor a Ferivel, megyek a NASZ nagyával, és akkor az ajtóba, tehát ahol mondjuk a szülők várnak bennünket, és nyilván a menyasszony jól nem látható helyen van, akkor azt szoktuk általában mondani, hogy tisztelt lányosház, minden jót kívánunk, mi mostan önöktől nagy adományt várunk. Nem is olyan messze, egy kapu tövében, ezt a búslegényt láttam én, kinek bánat a szemében. Ez én vagyok. Bánat a szemében, gyötrődés szívében, kétség és reménység változik lelkében. Ennek a legénynek azért van oly nagy bánata, mert felébred benne legfőbb kívánata. Viruló rozmarin gazdurom házánál, hét határban nem lehetett többet nálánál. Ha egy nyíló rozmaringot rája bízná, és kezével együtt a szívét is bírná el, és kimenne menten szívéből a bánat, és újongó örömre válna a búbánat. Ezért hát kelmeteket én mostan megkérem, hogy a nyíló rozmaringot adják ide nékem. Tudom, fájdalommal adják ide a szülők, és szeretettel, és gonddal nevelték fel őt. A kedves édesanyja gondozta, Isten, szerette, szeretné, ha mindig mellette lehetne, ha rávigyázhat a minden lépésére, hogy keserűség, bánat, se veszély ne érje. Kedves édesanyja, kérem, ereszel nyugton, mert higgy el, párjánál is olyan helye lesz, mint itthon. De kérem, volt ez. Kísérjék ki a menyasszonyt. És ki kísérjék? De Lajos, várj, te most magadnak János kérted volt. Egyébként olyan volt, de ezt most magadnak kérted ki a békát, nem nekem. Azt mondtad, hogy adják ide nékem. Hát igen, már nekem kikísérik, mert én vagyok a te kapcsolatartó. Ja, te? Világos. Kikísérik, és akkor mikor kikísérik, akkor te állsz a menyasszonyi csokorral a kezedben, ő kijön, és akkor mondom utána tovább, hogy mikor kikísérték, szépen megtapsoljuk, és akkor mondjuk tovább, hogy itt a szép menyasszony. Jó, persze, tudod, hogy Turkevén és környékén még él ez az első éjszaka joga, tehát azért kérim ki magára. Ez a lényegre kikíséri, igen. Ez itt így. Figyelj, csak egy ilyen nagyon rövid leves fölvezető, vagy pörkölt fölvezető rigmus van-e, amit a Janinak most megmutatnánk, hogyha mégis elvállalnák ezt a lagzit, akkor hogy vigye ki a húsleves? Itt a leves vájúhoz. Hát figyelj, inkább jönnek. Mert azt, hogy most elkezdem a húsleves mondani, az egyik leghosszabb verseny. Akkor Isten ments! Nem, tehát viszont zárásnak, ha egy rövidebb verziót majd el tudom neki küldeni, akkor nagyon szívesen elküldök, de viszont zárásként már nagyon-nagyon régóta megy ugye az a szokás, még mindig azt mondom, hogy egy ételt fölvezető beköszöntő szövegnek mindig a vége a csatornán a lényege, tehát mondjuk egy birka pörkölnél a birka farkáról szóló 3-4 sor, a húslevesnél meg mondjuk azt, hogy... Igen, pajzánkodás, hogy én legalábbis itt úgy szoktam ezt csinálni, hogy elmondom a húslevesről szóló dolgot, és akkor a végén magát a tálat már úgy viszem ki, hogy benne kettő darab kanál van, ilyen V-formában összeforgatva, és akkor igazából, mikor elmondtam ezt a hosszadalmasabb szöveget, akkor azzal zárom, hogy ahogy láthatják, illetve ez a két kanál, már birkát akartam mondani, ez a két kanál, ahogy láthatják, azért áll így a tálba, hogy majd a menyasszony lába is így álljon az ágyba. Mert ha a menyasszony lába nem úgy áll az ágyba, mint ez a két kanál most itt a leveses tálba, hát akkor bizony majd a vőlegény csapjon a derekára, vagy ahol kívánja, és meg fogja látni, hogy úgy fog állni a lába az ágyba, mint az a két kanál most itt a leveses tálba. A birkát az egy sokkal rövidebb, a birkánál mindig úgy készülünk, hogy a birka farka, vagy mondjuk egy marha pörkennél a marha farka, meg van hagyva, és akkor a pörköltbe bele van szépen állítva. Egy kis tejfölel, ezzel azzal van, amikor megdíszítjük, csak még inkább a poén kedvér, meg a szaftosság miatt, és akkor igazából ott is egy ilyen, nem mondom, hogy unalmas, de nyilván nem arra figyel fel az ember, hanem már figyeli, hogy ez a farok úgy áll a tálba, ahogy áll, és akkor azzal zárat, hogy ahogy láthatják, a menyasszonynak már megfőtt a kosfarka, így bizony nem mondhatja majd senki, hogy üresen maradt a marka. Ezért most megkérem a vőlegényt, hogy vegye ki a farkát, és kínálja meg vele, kedves menyasszonyát. Ja. Na most már tetszik, na, ugye? Tetszik, látod, tetszik. Jani? És akkor van választási lehetőség, mert így erre is gondolnak az emberek arra is, és akkor nyilván nem megy el a dolog egy ilyen opció jellegbe. Aha, úgyhogy csak kicsit.
A Janinak, figyelj, a Janinak csillog a szeme, ez már kezd nem rossz, jó, mondjuk én az improvizáció híve vagyok, tehát végre biztos betennék egy olyat, hogy mit tudom én, és a végére itt van csattalónak, vagy a kerékbincset, most rakják fel arra a pezsgőszínű lanoszra, kintasra. Nem tudom ki. Jaj, Lajos, jó ez. Két dolgot elértél, ha én házasodnék, akkor te leszel a vőfé, ez biztos, ugye pénzt nem kérsz, már beljebb vagyunk, csak barátságból csinálod. Nem, persze, másból lett, hogy így van. Ez az egyik része, másik meg a Janinak a szemében látom a csillogást. Én, Zoliék, ha turkevei lány lesz a következő feleségem, én megyek is. Örültem neki. Pici az esély nagyon. Már érdemes volna egyébként, tehát komolyra fordítva a szó, tehát ezt a hagyományt mindenféleképp tovább vinni, mert egyre jobban kihalóban van ez a klasszikus vőfékedés, tehát inkább átmetünk már ebbe a ceremóniamestere, meg ilyen spontán nyomok egy-két szöveget, és sok helyen tényleg örültem annak, hogyha mondjuk elmegy egy nagyobb településre az ember, ahol ez annyira már nem jellemző, ez a fajta előadásmód azért úgy az emberek szemében tényleg látható volt csillogás, hogy ilyen is van, nem csak az, hogy valaki odáll, aztán ilyen lazott dumákkal elnyomja az esélyt. Nem, ezt egyébként mindannyian osztjuk, hogy most tényleg a Mókartré félretéve a hagyományőrzés meg a hagyománytisztelet az így világít ebből a sztoriból, és nagyon jó, hogy te nem ez a megélhetés jövőfé kategória vagy. Meg ugye, aki ad magára egy kicsit, most nem azért, hogy most hanem az, hogy azért be is öltözöl, tehát azért népviseletben vagy bőrcsizmába, a mellénybe, tehát tényleg meg azért, mint egy golymotoros. Ugyanaz, de... tehát minél jobban fokozzuk azt az élményt, amit egy, tehát ilyenkor egy lakodalomban azért nyújtani kell. Lajos, köszönjük szépen, akkor jó hétvégét neked, munkával telít. Szevasz, szia, szép napot. Tóth Lajos turkevei böllér és vőfésegített rajtunk. Zoli, aki a levelet írtad, van remény, Balázs és János. Nem, nincs remény. Nincs remény, de nagyon szépen köszönjük, nagyon megtisztelő, és tényleg nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. A hármasugrás játékra tudtok most jelentkezni, 0676 45 000 az SMS szám, 7 percen múlt 8:30, jövünk a friss hírek után. Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, hogy összehozott minket az utókornak. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 percen múlt el 3:49, jó reggelt mindenkinek, gyönyörű napsütés ma is, egész hétvégén is, és holnap Győrben, erről már sokat beszéltünk, majd még a nap végén elmondjuk, hogy mivel várunk benneteket és hol. M1 140-es kilométer után a felüljáróról mérik szuper trafival a Budapest felé haladókat. Nighty Zoli írta ezt nekünk, és egyébként meg csend és nyugalom az utakon. Ha nem így van, akkor azt írjátok. Tök jó. Egyik kedves hallgatók, Máté kérdezi, hogy melyikünknek kell nyalni ahhoz, hogy a nap hallgatója legyen. Nekem, Máté, nekem. És legalább őszinte. Megyünk tovább a fekete-fehér igennemben. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Igen, nyertél. Igen, úgy megörültem, hogy megnyertük ezt a hetet, hogy mondom, akkor játszunk belőle még egyet. Jó reggel, Dávid! Hello, sziasztok, jó reggel! Szia, Dávid! Merre vagy? Mit csinálsz? Mi a munkád? Budapesten vagyok. Budapest. Jelenleg is autóalkat részeket szállítok ki. Jó kedved van? Rossz kedved van? Milyen pazban vagy most? Most, hogy játszok, lehetek totálisan jó kedvem van. Jó van. Legyen is. Te ilyen gyors rendeléseket teljesítesz? Tehát, hogyha valakinél tényleg baj van egy autószerelő üzemben, akkor titeket hív, és te azonnal viszed az alkatrészt, vagy pedig viszont eladói hálózat? Mondhatom azt, hogy egyik, másik, mindkettőre igaz. Aha. Jó, tehát ahol van lóvé, te oda mész, elhozod a pénzt, ott tudod az alkatrészt. Megyek is. Na, nézem a kérdéseket, ilyenkor az szokott történni, hogy a Balázs megkérdezi a Janit, hogy milyenek a kérdések, de most nincs itt a Balázs, tehát nem kérdezzük meg. Uh-huh. Jó? Jó, remélem, ma nem írtam félre semmit, mint tegnap, ugye a Péter fondásat. Na mindegy, ez van, jó. Jöhet az első kérdés? Jöhet. Na figyelj. Hogy nevezik a vízitormából készült csípős krémet? Azt hiszem, ez a wasabi. Így van, pontosan. Az, legyél bátrabb, nyugodtan. Na, jár a taps és jár a pasztartó. Wow. A következő ajándékunk egy... bézbosapka. Jöhet a kérdés? Jöhet, vágjunk bele. A Balaton melyik partjáról rajtol Európa legnagyobb tókerülő versenye, a kék szalag? Lila, Füred? Melyik partjáról? Melyik, part? melyik partjáról? Északi vagy déli? A melyik partról rajtol a kék szalag? Illetve toll, mert már a vízben vannak a hajó.
Így van, ez az, így van. Valaki Füred egyébként. Szeredi. Na jó, van, picit több bátorságot kérünk, amely nem lejárt az jó. Idő. Egyébként nem egészen, de egy picit több mint 8 perc múlva rajtól. Most ma van? Igen, ma van a rajt, ma van a hivatalos rajt, úgyhogy még 8 perc, és akkor eldördül a startpisztoly. Reméljük, hogy nem fog ilyen megijedni és beesni. Jaj, menjetek ki! De ő mindig ott van. Mindig hát ott van? A Balaton nagy szerelmes. Hát így van, meg amíg írnak róla. Na, menjünk inkább tovább, egy óra az utolsó ajándék, amit megnyerhetsz. Akarod-e az órát? Szeretném. Dávid, szeretném. Milyen jellegű a kérdés? Olyan jellegű kérdés, amire Balázs azt mondaná, na, tépjük, és annyira tudtam, hogy benyom egy városat. Mert hogy egy város kérdésről van szó. Egy város. Nem lesz nehéz. Nem nehéz. Nem nehéz. Amíg én nem is nehéz. Azt mondom, én általában az első kérdésnél el szoktam bukni, de a harmadikra is azt mondom, hogy így megcsinálható, tudható, főleg így, hogy le van írva a válasz. Hát maximum akkor bumozogatja. Így is van. Persze. Melyik országban található Déva vára, amit a legenda szerint Kőműves Kelemen és társai építettek? Ne kapkodj, melyik országban van Déva vára? Magus Déva vár. Én Romániában. Így van, pontosan így van. Félre mondtam ki. Bizony. Felének már megindult a kezd a gomb felé. Így van, már majdnem így lejárt van, az alig bírtam lefogni. De szerencsére Jani ráugrott a jobb kezemre, úgyhogy már balra meg nem értem teljes el. Teljes testtel feküdtem a bal karján is. Dávid, megvan a passztartó, a baseball sapka és az óra, minden ajándék a tiéd. Fantasztikus, nagyon szuper, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Köszönöm. Gratulálunk, és akkor küldjük neked. Oké, rendben. Sziasztok. Szia, nagyon szívesen. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát ez szép volt. Szép volt, hogy minden tudott. 5 perc múlva lesz 9 óra. Dombóvári vasúti átjáróban nem működik a jelzőlámpa. Zsuzsika írta ezt nekünk. Köszönjük szépen. És akkor mondom nektek, hogy mivel, illetve egész pontosan, hogy kivel foglalkozunk a következő órában. Nem mertük eddig mondani, hogy jön. Ugye, mert általában, hogyha vendégünk van, azt már mi 6 óra után szoktuk mondani. Nem mertük mondani, mert megmondom nektek őszintén, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez a találkozó összejöjjön, hogy elfogadja a meghívásunkat. Ő hajlott rá, aztán azt mondta, hogy mégse akar jönni, mert nem tudja, hogy van-e még olyan állapotban. Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű a dolog. Meg ráadásul ugye azt kérte, hogy Balázs ne legyen itt, ha jön, és... Hát mi ezt elintéztük. Hát, ez volt a legnehezebb. Na, egy olyan emberről szeretnénk most beszélni, illetve vele beszélgetni majd, akiről, aki már kapott jót, rosszat, nem csak tőlünk, hanem mindenkitől, de az az igazság, hogy mi bármikor piszkáltuk meg őt, akkor is csak a szeretet vezérelte ezt. Így van, így van. Egy igazi megosztó személyiségről van szó, és mi nagyon szeretünk megosztó személyiségekkel foglalkozni a műsorban, mi is többé-kevésbé ilyenek vagyunk, mert azt gondoljuk, hogy a lagymenek középút az nem járható, az nem izgalmas, vagy valakit nagyon szeresek, vagy valakit nagyon utálnak az emberek. És most egy olyat hívtunk meg, hogy nagyon szeretnek az emberek, mert hogy ugye, most ne legyen már ilyen egy oldala dolog minket, ugye? Aha. Nagyon sokan. Ja, utálnak, és így van, így van, de hogy ki azt nem mondjuk meg. Hát annyit azért segít, hogy az igen. A szakma, amiben ő tevékenykedik, annak ő egy nagyon régi képviselője. Pontosan nagyon régi motoros, segített mindig másokon, saját maga munkássága is annyira fényes, annyira álló csillag, hogy mindenki egyből tudja, amikor ennyit elmondok már, hogy kiről van igen, szó. Annak a szakmának, amit nem akarunk nagyon elárulni, hogy mi az, hogy mégis ne legyen olyan túl sok információtok, ő egy emblematikus képviselője. Abban a pillanatban, hogy kimondjuk az ő nevét, amit most nem mondunk ki, akkor abban pillanatban mindenki tudja őt hova tenni. Mindenkinek van vele kapcsolatban valamilyen érzelme, akár pozitív, akár negatív, de van. És hogy ki ő, megtudhatjátok majd később. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Ma
Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. Ragyogó jó idő, 35 fok ez már a hétvége, ma még csak 30, holnap Győr, 9 perccel múlt, 9, Jani és Feri, szevasztok! Sziasztok, holnap reggel már Balázs is lesz, ma egy kicsit neki pihennie kellett, mert elég sok vasat tart egyszerre a tűzben, de holnap természetesen ő is fog csatlakozni a győri kitelepülésünkhöz, ugye a Győr plázánál fogunk találkozni, kint a csomagküldő automatánál. Így is van, és rengeteg ajándékunk van, majd 10 előtt még egyszer elmondjuk, ha valaki esetleg még nem hallott volna róla, de 2 millió forint összértékben külföldi utazás, technikai cuccok, a legújabb mobiltelefon, és mind-mind a hallgatók, és semmit nem fogunk hazahozni onnan. Semmit az égvilágon, illetve Balázs lopja a törölközőket, hogy a szállodákban, tehát valamit azért csak hazahozunk, de... Az egy másik dolog. Richelieu szerint Balázs lesz a vendégünk ebben. Igen, meg egy megosztó személyiség. Sokan szeretik, sokan nem, de mindenkinek van róla vélemény. Aztán jött még Pataki Attila, aztán jött még Vágó István. Berecki Zoltán. Igen. Jáksó László. Ő egyre befutott, illetve még van néhány tipp, de meg kell mondjam őszintén, hogy mi itt elhülyéskedtük ezt a felhájpolós részt a Janival, és az SMS-ek 95%-a viszont, a nagyon sokan tippeltetek, hogy ki a vendégünk, az egyetlen egy nevet írt, méghozzá a helyes nevet. Így van, Matolcsi György. Így van, köszöntjük Gyuri bácsi, jó, hogy elfogadta a meghívást. Nem, ugyanis az történt, hogy tényleg hosszas rábeszélésre vállalta el a szereplést, mert azt mondta ez a fiatal ember, hogy ő már ugyan nyilatkozik, de élőben még nem akar jönni. Csak úgy, hogyha felveszünk. Mondtuk, hogy mi nem veszünk fel, mert nem szeretjük. Mi csak az élőt vállaljuk, és mi őt élőben szeretjük, ahogy van. És ennek most egyébként különös hangsúlya van, hogy élőben szeretjük, mert majdnem nem sikerült téged így szeretni. A stúdiónk vendége, nagy tapsot kérünk, Kozsó! Sziasztok! És szerelmek el! Sziasztok! Sziasztok! Mi vagyunk az álmokfutó Kozsó és Kéra. A jó képű és a gyönyörű. Ezt kérdeztem egyébként a Lacitól, a szerkesztőnktől, hogy most akkor a Kozsó és Kéra, vagy pedig álmokfutók? Vagy mind a kettő? Ugye egybe. Tehát ugye egybe a kettő? Énekel és rappel, akkor mindent, így van? Igen, mi vagyunk az álmokfutók, de a privát nevünk Kozsó és Kéra. Így van, meg most meg nyilván az álmokfutókról is fogunk majd beszélni, de a legfontosabb számunkra most nyilván nem a zenei karriered, hanem az elmúlt időszak, ami mögötted van, és azt gondolom, hogy Magyarországon azért nincs olyan ember, aki ne ismerne téged, nem tudna rólad valamiféle dolgot az elmúlt munkásságodról, és amikor meghallottuk a híreket, akkor itt a hallgatók is azt írták, hogy úristen, sose szerettem az álmokfutókat, de izgulok a fiúért, és gyógyuljon fel. A másik része meg azt írta, hogy imádom a zenéjét, és természetesen ilyen is volt, ezzel most arra célzok, hogy a megosztó személyiség vagy, és ha valaki téged vagy a zenédet nem kedveli, azért akkor is egy ilyen esetben melléd állnak. Akkor pontosítsunk, mert egy csomó olyan fekete folt van ebben a sztoriban, amiről még a mai napig nem tudunk, mi történt. Hát egy agyműtéten esett át, amit ő elvállalt, és igazából egy élő bomba volt a fejébe, és ő mondta személy szerint, hogy ő ezt megcsinálja. De beszéltünk a kirekére, és sokat mondta, gondolkodtunk ezen. Mikor elmondta, hogy te megcsinálod, és én mondtam, hogy igen, én megcsinálom, én megműtöttem. Ez hogy derült ki, hogy neked ez van? Mert minden oké volt. Nem éreztem semmit. Tökéletes sokat volt. Sokat fájtottad a fejed. Mindig fájt, és igen, és aztán találták, hogy vérzik egy kicsit az agyamban, és akkor... volt az a történet, hogy jó, akkor ezt megcsinálom. Kira azt mondta, hogy ő úgy döntött, hogy ő pedig soha nem akarná magát megcsinálni. Így van? Igen, az egy másik dolog, hogy én nem vállalkoztam volna egy ilyen műtétre, de te erősebb vagy, mint én. Igen, és akartam hinni. És akkor felfedezték az MR-en, hogy van egy ilyen ér malformáció az agyába, ilyen élő bomba. Igazából tud vele élni egy évet, két évet, lehet, hogy soha nem fog elpattanni az ér, de mondta, hogy ő így nem akar élni, mert nem is lehet így élni, hogy úristen, valaki mindig legyen velem, vagy hogy van baj. Tehát a kockázatot nem akartad vállalni. Igen, és akkor nagyon sokan sokat voltunk orvosoknál, meg minden, hogy megkérdeztük, hogy hova tudunk elmenni, ki tudja ezt megoperálni, és többször mondták, hogy nem, le kell vágni a fejét, meg minden. Igen, vagy megcsinálják az agyad, és mondtam, hogy nagyon közel van a csonthoz, és... Azonnal halál, az azonnal halál, tehát vagy... Na várjál, tehát a műtét folyamatáról beszéltek most, hogy ez ugye egy ilyen nyitott koponyás. Először azt mondták, igen. Ezt mondták, és aztán addig keresgettem, amíg meg nem találtam egy csodálatos embert, ő volt a Hudák,
Udák doktor, ő találta ki ezt az egész mesét, ezt a csodát. Ő szabadalmaztatta ezt az egészet. Elvágták csak a combodról, és azon keresztül hátulról megpróbálták. Ágyéki éren műtötték meg. Hihetetlen dolgok. Ezt a tincs miatt nem akartad a koponyás műtétet? Azért valljuk be, hogy igen. És sikerült, és képzeltek, hogy először mondtam, hogy akkor sziasztok, jó reggelt, köszönök szépen mindent, és kicsit elhoztam sírni. Ez már műtét után. Igen, utána ez elment a 7 óra, és utána fél órán belül újból elkezd vérezgedni a szem, igen. És a föld, és az erő. Elpattant egy ír az agyával. 140, 160, 180, 200. Újból megcsinálták, újból. Jézusom. Csak mondták, hogy most viszont le van bénulva. Igen, mert a vér az így nagyon elterjedt az agyába, és mondták, hogy jobboldali bénulás van, és ugye amikor így felébred, és amikor így telnek a napok, lehet látni, hogy most igazából milyen területeket roncsolt. De a doktor úr elmondta, hogy ez egy súlyos műtét, és esetleg adott esetben lehetnek következményei is. Igen, és mondta, hogy ő megtesz mindent, ő amit tud, az 90%, de a maradék 10 az a jóisten, és a szerencsén múlik az egész. És a jóisten. Kómába is kerültél? Igen. Hát amikor ott akkor így mondják. Viszont részleges amnéziája van még mindig, hát látod, nem emlékszem. Igen, nem emlékszem, hogy kóbába voltam. Ezt mondták, hogy nem is fog emlékezni sok dologra. Nekem igen, de neki nem. Jó, Kira mindent tud. Kira mindent tud. Örülök, hogy most már tudtok erről így beszélni, és nem is akarlak visszarángatni, de még egy pillanat, amikor magadnál vagy, és tudod, és érzed, hogy nem mozdul meg semmit, akkor mire gondolsz? Az milyen érzés? Nem tudom, mert mindent csinálok. Egyébként csak a szavakkal voltak az elején még problémák, gondolok, hogy miről beszélek. Mindent látok, mi a kutya, a macska, a falak, az autó, hogy hova megyek, és mit eszek, merre futok, mit zenélek éppen. Várni tudom, elmondom. Tehát, hogyha ez van, nem, rögtön más mondanak, kire lát, édes vagy egyébként. Tehát én rögtön érzem magamban, hogy tökéletesen mindegy. De vannak bizonyos szavak, amikor még mint az életen keresztül gyereknőttől meg kell tanulnom, tudod? És ez volt a furcsa nekem, hogy te jóság, és nem is tudom még elmondani ezt a mondatot. És hogy agyban megvagy, tehát tudod, mit akarsz mondani. Mindentől is pontosan így van. És nem tudod elmondani. Igen, és azt mondták, ez lehetetlen. Másik több év lesz. Ahhoz képest, Kózsó, neked a belső három hónapok után, mert egyszerűen te énekelsz, te már leülsz és zongorázol, te gitarázol, te eljössz és bulizol, te festegezel, te mindent megcsinálsz, egy ilyen csoda, ez nekem hihetetlen. Hogy volt a felállás? Azt mondtad, hogy egy ilyen szerkezetet raktak rád, amire azt mondták, hogy majd egy év múlva már lehet járni. És te meg három nap után ezt letépted magadról, és elkezdtél menni. Igen, meg is próbáltuk. Hát gyógytornászok segítettek neki, és folyamatosan masszírozták, így az izmait, hogy ne álljon be, meg minden, és akkor így emelgették, ilyen gyakorlatokat végeztek rajta. És akkor volt egy ilyen szerkezet, ahol így állt, hogy állnia kellett nagyon sokat, hogy a gerince így megszokja a testet, meg hogy ő is érezze, hogy mennyire tud eldőlni, vagy nem tud eldőlni. És akkor az nagyon sokat segített ilyen állóképesség. Hát igen, nem mert tudom, hogy a legfontosabb mondat, amikor azt mondod, hogy mi minden van bennem, mi minden van bennem. És akkor tudok arról beszélni, az érzésekről, a lélekről, azokról a csodákról, amik az emberek élnek, a szerelmekről, az ölelésekről. A ez már régi Kozsó. Ez egy mese. És így van, működik minden, mert pontosan, mert ez egy nagyon fontos dolog, az emberek érzékeljük. De az borzasztó érzés lehetett, amikor ugye válasz önként egy műtétet azért, hogy egy kockázatot az életedben elkerüljél, hogy hosszú távon tudjatok együtt tervezni, hogy adott esetben tényleg egy igazi családot tudjatok teremteni, válasz ezért egy műtétet, és utána bekövetkezik a legrosszabb, amitől tarthattál, amire egyébként figyelmeztettek, de hirtelen kiderül, hogy picit olyan fura módon magadnak okoztad ezt az egészet. Mert azt mondod, hogy igazából a fejfájáson kívül semmi nem volt. Igen, a fejfájásnak az oka, az meg az is lehetett, hogy nem utal az artiszium. De végül is az a fontos történet, és nagyon megdöbbentő, hogy bárkivel ez történt. Vagy egy év, vagy 10 év, vagy 100. Tehát igazán ez a zseni. És nekem hál' Istennek döntöttem, hogy akkor megpróbálom. És akkor legalább sikerült, és elintem. Meghíztam, tudod, tehát 120-tól most vagyok 86, tehát ez 40 kiló, az így komoly történet, úgyhogy itt vagyok, és most, hogy itt vagyok, belőttek, beszélgetek, és az emberekkel, ti a hölgyekkel természetesen ez hihetetlen jó érzés. Na de elrohanjuk ennyire előre, mert azért volt még közben is egy-két dolog, amiről olvastunk egy újságból, például ez az amerikás történet, amikor ugye kimentetek Amerikába még, azt hiszem, hogy az is a rehabilitációhoz tartozott, valamilyen tevékenység miatt, vagy részben azért gondolom, hogy nyugtatok legyen az újságírótól, meg mondjuk a sajtónak az aklatásától, és ott volt egy autóbaleset, amiben belekeveredtél, ami szintén akár halálos kimenetel is lehetett volna. Tört, rendesen. Nem de gerinctörés? A gerinc, a lumbar gerinc, és abból is az L4. Aha, ezt én most nem értem. Én az L3-ra tippeltem volna, igen. De hogy... Ja, lenti, alsó rész. Igen, mentetek valahova autóval, és belétek rohant valaki? Így történt az eset?
Igen, de inkább nem is akartunk beszélni, mert ez nagyon megrázó volt. Aha, tehát csak megírták az újságban. Amerikai keresztül emberekkel ez komoly. Aha. Tehát ez így. Nem gondolkodtál el ebben a pillanatban, hogy mit csinálok rosszul? Hogy már másodjára mindjárt meghalok? Nem, én egyedül ebben maradtam, csak egyedül, úgyhogy ez a nagy dolog, hogy nekem itt is, tehát az Istenen és az angyolok keresztül, ez egy igazi csoda. Aha. Hogy ez mégis szerintem ő halhatatlan. Igen, tehát ez az igazi. Na. Igen, de már unod a teszteket azért, nem? Igen. A halhatatlanságot kezdtel is. Mert azt szokták mondani, hogyha kapsz egy ilyen jelet, akkor az elgondolkozó, hogy basszus, valamit rosszul csinálok. De nem én csináltam, tehát én akkor is szerencsétlen. Tehát kettő különböző. Ez mondjuk tök jó, ez a fajta életfilozófia, ha belegondoltok. Nem azt mondod, hogy én hibáztam, hanem valamibe belekezdtem. Kerültem, amiben ugyan majdnem ott maradt a igen, fogam, és ott de voltam hála is, Istennek, amikor tényleg 3-4 óra múlva magamhoz tértem, ugye észrevettek mindent, benne, amikor eltört a gerincem, akkor is már hívtam kirán, hogy szia drága, mi van veled? Én vagyok, itt vagyok, minden működik, és ez így tökéletes, miközben azért óriási problémák voltak. Jöttek, amikor rendőrök jöttek. Hát persze, védjék. Besegíteni, felhúzni, összepakolni, bekötölni, félelmetes volt. Nagyon, itt voltam. Nagyon komoly. Kira szerepe mennyi a dologban, és Kira most nem szólalhat meg 2 percig. Azért akarod feleségül venni? Kira megmentett, és az a legfontosabb, a találkozásunkból és a szerepünkből megmentett engem, és utána természetesen a Hudák doktor, ők ketten is, ez, plusz az a munkatársak, és ez csoda nekem. Nekem ez számít, hogy ez létezik még mindig. Hogy kitartott. Hogy kitartott az állulésben, a csókolásban, a koncertekben. Á, most képzeld, de mit kapott volna, a beteg ágyadon ott hagy. Nyilván. Nagy köszi egyébként, de tényleg igaz, hogy bajban ismerszik meg az ember. Igen. Tehát, hogy az, hogy ki az igazítás mondani. Az életben, az akkor válik el, tudod, amikor... Tudod, hogy ez a legfontosabb, hogy 1 hónap, 2 hónap, 3 hónapot tarts ki, mert nem tudom, nehéz egy kicsit azért, Kira is mondja, hogy igen, sok ez neki, kicsit túl van dorom. Még nem járt le a 2 perc. Nyugodtan mondjad, kérem, mondjad. Hogy eleinte még nehezebb is volt, mert hogy így nem lehetett érteni, hogy mit mond. Hogy így ilyen találós kérdés volt, nagyon rossz volt, és akkor ugye a logopédus is nagyon sokat segített neki, hogy ugyanúgy tudjon újra beszélni. Mert herdet és itt szemmel kárdi és jelen, de tártó, jelen, és ez mi? Most mi ilyenkor mi mondtál? Ez az eredeti szöveg a Szomorú Szamurájnak, amit egyébként még nem értünk. Igen, ezt én meg az. Tényleg, ez most mi volt? Ez egy még különlegesebb szó világon. Aha. Ha kevesen beszélik ezt, akár csak az indiánok például, de cserébe... De most nehogy azt mondod, hogy megvilágosodtál ez alatt az idő alatt. Tényleg? Nem, eszperantista lett. Egyébként azt akartam mondani, csak nem mertem mondani. De igen, mert a saját lányom is, ő ott egyetemen is tanított, és így... Muhárdi, ahhoz imenti írja, tárkodi... De le tudtál egyedül beszélni? Ő ezt értette? Igen, azonnal. De kemény. És senki miközben már... még a magyart is kell merni, mit mondok én. Aha. És az angol is ugyanúgy, hogy egyből angol jött vissza, mert azt mondták az orvosok is, hogy a nyelvek közik így rakodnak le. Mint a filme, hogy miért és amit utoljára tanult, az jön vissza. Aha. Tehát az utoljára tanult nyelv jön vissza először, és amit ugye legelőször tanultál a magyart gyerekkorodban, az a legvégén. Aha. Koncerten mi a helyzet? Fú, örülünk egyébként. Őrület van. Vadonatúj dalok, természetesen őrületes muzsikák, hiszen mellette lounge-okat is csinálok meg chilleket, amikor az egész világban emberek szeretnék meghallgatni. Aha. És sikeres, hál' Istennek meghívás. Most is voltunk Romániában, onnan és onnan tehát a Romániáig, Amerikáig és Franciaországon keresztül körbe mindenhol is. Aha. Jó. De hogy amikor fölmész a színpadra, és hát a kommunikáció bár nagyon szépen fejlődsz, de azért még nem olyan, mint a régi Kozsó, tehát nem az... Azt nem tudom, csak próbálok kevesebbet sírni. Egyébként mindent csinálni, nekem ez a lelkem vagyok, mint egy gyerekesem. Iniko, Mananiko, Mananara, Mananu, Manariko, Iniko, hi baby, itt vagyok, természetesen. Persze. Ez a része az megy. Egyébként azért is nem akartad vállalni az interjút, azt mondtad, mert hogy elsírod majd magad. Igen, azzal mi a baj, hogyha egy férfi sír? Szerintem semmi. Igaz, egyébként. Nem? Hát igen, amint túl vagy, azon bárki elsírná magát. Gyerekek, szerintem... Hát amikor elmentem, és Szegeden voltunk, és először megmutattam az embereknek, a kicsiknek, a nagyoknak, az anyukáknak, az apukáknak, a hölgyeknek, az uroknak, és aztán érzem, hogy a szívem így túl bedurrant, akkor jöttem, sírogtam. Aha. Úgyhogy ez a kemény dolog, de utána próbáltam kitartani magam természetesen, de ez egy fontos dolog, mert az élet az egyszerű, fontos. Tehát amikor azt mondja, hogy a világ kicsi, de tulajdonképpen az ölelés, a szerelem és a hit,
az a legfontosabb dolog az egészben. Ez valami, vagy hívják terézanya, önéletrajzi regényében. Most olvasni. Már jönnek vissza ezek a kozsós történetek, de nyilván most viccelek, mert hogyha valaki ilyen dolgokon van túl, mint te, akkor rögtön minden régi dolog azért időzőjelessé válik, és hát azért tényleg nagyon komoly dolgokon vagy keresztül. Mi volt az a pillanat, amikor mondjuk a legmélyebben voltál, amikor tényleg annyira jött elő ez a sírás inger, hogy egyszerűen megállíthatatlan volt, amikor mondjuk a Shy Guys újra alakult, vagy ilyesmi. Hát ez egy gusztustos dolog, most az összes dal az enyém, én írtam. Igen? A szöveket, hát de figyelj, én írtam de ilyenkor a dalokat, azért én írtam, neked ez gusztustalan. Ami most megy Magyarországon, ez a csicske emberke megcsinálja ezt a szivetést úgy, hogy én írom a dalokat, én írtam ki a szavakat. Várj, most hol van a szeretet? Igazad van, nem csak nekem ez nagyon megdöbbent, hogy ilyen megy Magyarországon, ilyet megmennek csinálni. Kimondtad a bűvös szót? A szeretetet, mi? Már megint. Nem. Na, a Magyarország. Ja. Nagyon sokan kívánnak neked jó egészséget, esemben jó, is. Egy csomóan volt, aki látott téged egy benzinkúton is, azt mondta, hogy tök jól nézel ki. Köszönöm. Igen, emberek állítanak itt vagyunk meg. Veletek, és ilyen aranyosok vagytok ti, hogy eljöttünk ide hozzátok. Hogy megnyomtad a tit? Igen, nagyon sokan megállítanak, és ugyanúgy a koncerteken is, hogy nézik, hogy tényleg te vagy, és úristen, és lehetetlen. Nagyon sokan betámadtak, hogy például a szegedi koncerten is, hogy nem biztos, hogy ő fog jönni, hogy biztos kerestünk. Ja. Igen, az volt belőle egy kis botrány, ugye, hogy mész, nem mész, aztán természetesen mész. Olyannyira dolgozol, hogy új szomorú szamuráj van, ezt minden, most meghallgatjuk, persze. Jó? Nem is és akár, akkor utána még jönünk vissza. Hát, köszönöm szépen, és nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy ilyen aranyos esetben. Sosem így beszéltetek, mindig sokkal normálisak vagytok, csúcsemberes vagytok, és köszönöm szépen. Nincs itt a Balázs, így könnyebb nekünk. Nem, természetesen, hogy itt lenne. Mindig és ugyanezt gondolná. Ugyanígy együtt éreztünk veled akkor is, amikor hárma voltunk, mint hogy most, amikor ketten. Na és ebben a dalban már Kira énekel, ugye ő újra énekelte, újra megcsináltuk az egészet, vagy megcsináltátok, úgyhogy meghallgatjuk. Most akkor mi van, az új dal lesz? Nem, a szomorú szamurán legyen már Zsül. Légy szíves. De a másik az egy másik csoda. Az egy másik csoda, de most ezt hallgatjuk meg. Tessék! Állj a nagy klasszikus. Aha, gyerekek! Ilyen. Jobb, mint új korábban. Há, köszönjük szépen! Azért érdekes a dolog, azért hallgattuk meg, mert ugye nem csak Kira új benne, tehát hogy az ének rész, hanem a te részed is új, és ezt már ugye a betegség, a műtét, a gyakorlatilag a két ilyen szörnyű tragédia után csináltad meg. Amikor énekelsz, vagy amikor rappelsz, akkor megy az agyad, a működsz? Nekem fölfoghatatlan, hogy miért, de igen. Hát álltunk, és miközben még sok szót nem is tudtam beszélni, amikor énekeltem, vagy rappeltem, akkor minden sort, minden szót, minden vonalat, minden félelmetes. De amikor utána el akartam mondani, hogy akkor kajálunk valamit, valakit, az már nem ment. Érted? Tehát megdöbbent. Igen, alapból a dokik is ezt magyaráztak nekünk, hogy a zeneterápia, ami nagyon sokat segít a beszédben, és az a házi feladat neki igazából, hogy folyamatosan, hogyha valamit akar mondani, akkor énekelve mondja. Uh-huh. Hogy ne mondja úgy, ahogy rendesen beszélget az ember. Kira, kérek egy pohár vizet! Igen! Egyébként ilyen érzés. Olyan dolog is, nekem nagyon nagy meglepő. Merizssel, ha nem tört krumplival, hoz, légy szíves! És az, hogy nagyon gyorsan beszél, hogy itt is vannak problémák, hogy gyorsan hadar. Ez a gyors beszédni, hogy összeadnak a szavak. Jó, hát majd javul az, nincs az a bízom semmi baj, gyerekek, egy ilyen után, ez szerintem teljesen természetes, az meg valószínűleg ilyen félig orvosi csoda, meg a te hited, meg az erődnek a következménye, ugye egy idő alatt ideig eljutottál. Hogy most is ugye koncertoltunk, három koncertünk volt most az elmúlt három napban, és képzeld, hogy jöttek oda emberek, csak. És azt mondták, hogy hát az képviselődik, kemény volt. Hát gondolom, persze. És mondták, hogy fölfekvotott, tehát elképzelhetetlen ez az egész, hogy ők amikor megmondták, amikor tegnap tudod, igen, hogy sírt és öltek, hogy hihetetlen, igen, ők. Értünk, hogy minden hogy tényleg te vagy, és találkozunk, miközben 8 hónapot még nem is láttunk téged, meg 10 évesen, meg 20 éve, de most megéreztük, és most itt volt te is. Hihetetlen, tehát ez nekem megható ez a dolog. Na és mi a terv?
megyünk tovább, csinálni a zenéket, koncertezni. Persze, csak dalokkal megint, természetesen, amik még sosem mutattunk meg, olyanok is lesznek, remélem itt is, rajtatok is. Megyünk egyszer. A Balatonra, ott lesz igen, a Siófoki nagy retro. Akkor Ausztriába is megyünk, amelyfőre csak tudjuk minden meghívás. Ahol meghívnak, oda megyünk. Mindenhol, mert ez neked most valóra. Jó szerde, mert egy ilyen után azért én biztos kicsit többet pihennék, meg ezt gondolkoznék. Ugye aranyos vagy, köszönöm szépen, nagyon kedves igen. vagy, valóban. Az van, hogy nekem kéne kicsit relaxozni, tudod, mert annyi mindent kéne pörögni, és akkor érzed, hogy megint összeomlik a lelkem. Aha. És akkor jobban bedob a szíved, és akkor relax, kicsit kikapcsolok, próbálok koncentrálni arra, hogy akkor most élvezzük, hogy milyen a fű, vagy a madarak, vagy a levegő, vagy az ölelés, vagy csak a nép a csend, amikor a zenét hallgatod, és akkor a zenéken össze lélegzed ezt az egészet. Azt jó, de az a szívdobogás, amit ilyenkor kapsz, az egy pozitív szívdobogás, mert mégis sikerekről beszélünk, és nem pedig arról, hogy halálfélelemért dobog a szíved. Igen, nem? Nagyon aranyos vagy, komolyan nagyon meg vagyok hatódva most, hogy figyelj, én azt mondom egyébként most az első benyomásom az veled kapcsolatban, hogy előnyödre változtál, tehát hogy a személyiséged most igen. Én pont mondtam Ferének egyébként, hogy én az életben nem láttam még például a szemedet, pedig 96-97 környéke óta ismerlek, de mondom, ma már például láttam a szemeidet, meg hát tényleg hiteles az, amit mondasz, meg amit végigcsináltál, végigcsináltatok, igen, azért az nem egy egyszerű történet. El akarok mesélni mindenkinek, tehát én leültetek embereket, és el fogom mondani mindenkinek. Igen, olyan sok levelet kapunk például. Hogy mi melyik orvosnál voltunk, hogy ki műtött, hol műtöttek, mert hogy nagyon sok ember ezzel küszködik, hogy így, hogy melyik orvoshoz forduljon, hogy meséljek dolgokat el, igen, hogy éltük át, meg hogy kihez jártunk a rehabilitációra. Uh-huh. Hát nyilván most segítséget kérnek tőletek, igen. Azok, akik ugyanebben a dologban igen, vannak. Igen. Néhány SMS-sel búcsúztatunk benneteket, ez király volt, egy pár percre felevelnettek a 90-es évek, hajrá Kozsó. 35 éves férfi létemre kezem lábam jár, és megkönnyeztem ezt a zenét és ezt a sztorit. Milyen emlékeket hoz vissza még így is. De csodálatosok, látod. Kitartást a szamurájnak. Kozsó, jó újra hallani. Kiskunlacházán voltál annó diszkóban fellépni, és ez újra nyit, úgyhogy várnak szeretettel. Köszönjük mindenkinek, köszönjük mindent. Sok sikert neked, Kozsó, mi felnémeti gyerekek a mai napig. Aztán ennyi. Ja, meg a benzinkutas, és egy nagyon-nagyon sokan még megírják, hogy köszönik szépen, mert nekik is erőt adtál. Milyen és szépen beszélsz te is. És hát figyelj, megérdemled. Szép gondolatokat. Kozsó, Skira, köszönjük szépen nektek, mi hogy eljöttetek. Mi köszönjük a meghívást. És akkor a nyáron sok bulit kívánunk mindenkinek, jó? És mérni felgyógyulást maximumra. Jó. Okay, köszönjük mindenkinek, szépen. Köszönjük. Szép szevasztok. Napot, sziasztok. 5 perc elmúlt el, 9:30, mindjárt jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 2 perc múlva, 9:45, még... Hát még én sok-sok dolgot el tudnék mondani erről az elmúlt 3-4 óráról, amíg Kozsó itt volt. Itt olvasom az SMS falat, és tényleg nagyon sokan szurkolnak. Az egyik talán legjobb ilyen SMS, az emberek mindenért nyafognak, semmi nem jó nekik, és tele vannak panasszal. És akkor hallani a történetet azzal, aki megjárta a poklot poklát, reméljük, hogy mindenki elgondolkozik egy kicsit. Hogy talán ez is az üzenete, hogy itt van egy fiú, aki sikeres volt, sikeres most is, de sikeres volt, és történik valami. Úgyhogy nem is gondoltál rá. Még fiatal ember vagy, nem 80 éves, és egyszer csak vége a sztoridnak. Nem. Majdnem, hogy vége a sztoridnak. És más ember lehet, tehát, hogy az érződik egyébként rajta, és valakinek akkor nekem elhihetitek, hogy, és ezt pozitív dologként mondom, vagy pozitív benyomásként mondom, hogy most elhittem neki, amit mond. Igen. 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 Jó, én nagyon örülök, hogy nagyon elfogadta a meghívást. Nagyon durva. És hát nagyon sokan tényleg, ahogy Feri is mondja, nagyon sok pozitív hangvételű SMS van. Az egyik legdurvább mondjuk ez, hogy Nemes Nádudvaron mérik a sűköst felé tartókat. Köszönjük, János, igazán emelte a megszólalás értékét, ahogy szokták volt mondani. Kaptunk egy levelet egy Tímea nevű hallgatónktól, aki arról panaszkodott, hogy a nagyfia focizik, és gyakorlatilag most már 2 havonta mennek tönkre a focicipők, és hogy lehet-e valamit tenni, ő elindult, csúnyán lehúzták, egy nagyon komoly ilyen vizsgálati díjat kellett kifizetnie azért, hogy a cipőjével mi a helyzet. Ez bátorított bennünket arra, hogy meghívjuk az elragadó, a gyönyörű, a csodálatos és szakmailag is felkészült.
Kis Anitát, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs igazgatóját. Az utóbbinak is örültünk. Az is, de az első három is nagyon fontos volt, és arra buzdítsuk a hallgatókat, hogy írjanak ők is, és kérdezzenek nyugodtan. Ez lesz a Best of-ban, a második részben pedig hát egy másik felkérés, ahová Balázs és János. Igen, még egyszer mondom, nem, de nagyon szépen köszönjük, és tényleg nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok Balázs nevében is. Nem is kell megkérdeznem Balázst, hogy tudjam, hogy ő igen, is mondja, hogy nem, és hogy ő is nagyon sok boldogságot kíván, sőt, még többet, mint én. Na, a lényeg, hogy Vőfénynek szerettek volna felkérni benneteket. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc múlva lesz 10 óra, még egyszer a legfontosabb tudnivalók a holnapi napról, Győrről. Győr pláza, ott találkozunk, aki reggel 6-ra jön, az reggel 6-ra, aki 7-re, az 7-re, 8-ra is lehet jönni, 9-re is, igazából nem maradok le semmiről, illetve ha addig valaki már elvisz a tárgyi ajándékok közül, vagy nyeremények közül valamit, akkor már nyilván azokat nem tudjuk még egyszer odaadni, de semmit nem fogunk elhozni Győrből. Mindent ott ki fogunk sorsolni, vagy pedig a játék során oda fogunk adni azoknak, akik szerencsések. Így van, és amit ugye nem tudtunk odaadni a játék folyamán, azt 10 órakor fogjuk majd a regisztráltak között kisorsolni, tehát tényleg nem hozunk vissza semmit. Amiben maradt a szerkezetben, a csomag átadó automatánál, azt 10 órakor a helyszínen lévők között kisorsoljuk. Tehát nem akarunk hazahozni semmit. Tiétek minden, ott vagyunk 6-tól 10-ig, úgyhogy gyertek. Uh-huh. Tényleg nagyon-nagyon szép ajándékok vannak még egyszer. iPhone 6-os vadonatúj, 64 gigabájtos, vagy micsoda, kártyafüggetlen. LG LED TV, van benne, azt mondja, hogy még tablet is, vannak ezek a csodálatos biciklik, amiket mi is kipróbáltunk. A dokumentum fenn van a Facebookon, lehet lájkolni, lehet rácsodálkozni a dologra, hogy még mindig mennyire bejön nekem a rózsaszín. És a 4 személyes törökországi all-inclusive nyaralás 7 napon keresztül, vagy 7 éjszakán keresztül, ez lesz majd a fődíjunk. Plusz ezek a dolgok, amiket nem ürített ki ugye a szekrényekből, a Magyar Posta, tehát lehet, hogy lesz benne disznótoros gyerekruha. Tartalékszerűen. Ja, annak is tudunk örülni. No, akkor hívjuk fel a naphallgatóját. Ő egyébként a fogyasztóvédelmi témához szólt hozzá, zseniális. Figyeljetek, én komolyan mondom, hogy hónapokat gondolkodom rajta, hogy mire emlékeztetett ez a csend és ez a nyomogatás, és kapcsoltam. Az. Elfogadjuk! Szia! Bármit is mondtál, igen. Engem, szerintünk is az. Mondj egy keresztnevet, légy szíves, mert nem... Balázs. Balázs, boldog névnapot kívánunk, ezért hívtunk téged. Balázs, ugye a fogyasztóvédelmi témához szóltál hozzá, elmondtuk, hogy van egy pár olyan érdekes leírás termékeken, ami szintén hát véleményes lehet, te ezt írtad. Sátor használati utasítás nem vízálló, csak beltéri használatra. Óriás. Zseni, a nappaliban táboroztok azóta is? Így van, azóta is ott csak ott tudjuk használni. Jól van, Balázs, köszönjük szépen, honnan írtad az SMS-t, hol laksz? Szekszárdi vagy, nagyon jó, Abaházi Csaba puszil, ő is az, de most nyaralni van. Egyébként a Csabi. Köszönöm, oké. Okay. Küldünk neked egy Klassz FM-s Morning Show-s ajándékcsomagot, mint a nap hallgatója, plusz ugye egy napig tiéd a cím. Nagyon büszkén viselted holnap 10 óra. Úgy fogom, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Szia. No, tehát holnap reggel akkor Győr pláza, ott leszünk előtte az üvegstúdióval, megismeritek, illetve hát már ma este elmegyünk Győrbe, de aztán reggel ott találkozunk az adásban, nagyon-nagyon sok ajándékkal fogunk majd kedveskedni, és ma van Abaházi Csabi születésnapja, írja ide nekem a Laci. Hihetetlen. Ezért van akkor szabadságon ilyen hosszasan ez a fiú. Emlékeim szerint pont annyi idős, mint mi. Így van, 70-es ő is, 70-es, tehát most lett 45. Boldog szülinapot, Csabi. A kis taknyos. Garami Gabit hívhatjátok a kívánság műsorban 061-555-5500, ez az ő telefonszám. És nézzétek el nekünk, hogyha esetleg a ma este lent a Győri Sétáló utcában találkoztok egy csülök és tofu mámorban fetrengő, randalírozó párral, akik úgy néznek ki, mint Stan és Pan, akkor bocsánat, nagyon szeretünk Győrt, és szeretünk jól érezni magunkat. Így van, és jusson eszetekből, hogy rengeteg ajándékunk van, amit holnap megszerezhettek, tehát megbocsáthattok nekünk. Szevasztok! Sziasztok! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.